Sziasztok! Elérkezett a pillanat, újra összegyűltünk itt Walking Dead kibeszélő címszó alatt. A megszokott trió van itt, egyfelől Gergő. Sziasztok! Mint mindig a Walking Deadnél Shirin. Sziasztok! És én Freddy, sziasztok! Na, hát elérkezett ez a pillanat, már megint rengetegen kérdezték, és már legtöbbször olyan címszóval, hogy beszéltek már róla, mert már nem nézem, és tudni akarom, hogy hogy ment tovább. Úgyhogy nekik talán egy meglepetés lesz ez az adás. Igen, átment Sci-Fibe, és azóta Rickék egy űrhajón repülnek. Igen. Hát majdnem olyan megdöbbentő dolgok történtek itt, valóban. Igen. Mert hát szerintem annyit talán el lehet árulni egy előjáróban, hogy az utóbbi években azért nem bántunk túl kesztyűs kézzel ez a sorozata, és szerintem teljesen megérdemelten rúgtuk ott, ahol van. Ellenben most, gyerekek, egy nagyon-nagyon látványos minőségi szint emelés van. Nem tudom, ti is így látjátok-e? Hát még mindig azért nem arról beszélünk, mint ami az első évadban volt, vagy a harmadik évadban, de ez egy határozottan nézhető és helyenként szórakoztató fél évad volt. És helyenként már izgalmas is, azt merem mondani, hogy már vártam a következő részt itt-ott. Ugye? Ezt csak nagyon félve merjük kimondani, mert mi, hogyha nem marad így, vagy most ez ilyen pillanatnyi feltámadás volt, mint Phoenix hamvaiból, de ez az irányvonal eddig tetszik. Igen. Tehát mi otthon 11 nap alatt megnéztük a 8 részt, ami egy teljesen elképzelhetetlen sűrűség így az utóbbi évekből kiindulva, de itt ez teljesen működött nálunk ez a sorozat, és ilyen nyögvenyelősen kezdtük el. Emlékszem, amikor otthon feldobtam a tévét, hogy na gyere, nézzük most meg az új Walking Dead-et. Azt láttam, hogy Freddyné otthon bújja a DVD-ket, hogy valamit találjon, csak ne ezt kelljen nézni. Aztán mondtam, hogy nem, közeleg a kibeszélő, meg kell nézni. És élveztük. Úgyhogy teljesen furcsa kibeszélő lesz ez, mert nem ehhez szoktunk hozzá. Úgyhogy nem tudom, ti hogy néztétek, darálva, vagy részről részre? Hát én a múlt héten daráltam le gyakorlatilag az egészet, és így napról napra, nem tudom, aztán két részt néztem meg egy nap, de úgy, hogy úgy raktam le a nap végén, azért már várom a következőt, kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni, annak ellenére, hogy amikor írtam Twitteren, hogy most akkor fogunk csinálni belőle podcastet, akkor úgy voltam vele, hogy ha nem, akkor biztos, hogy nem fogok belekezdeni. Aha, igen. Én is határozottan csak a podcast miatt néztem meg amúgy, de hát én a szokásos tempóban, tehát én 2-3 nap alatt néztem végig a fél évadot, tehát az előző kettőt is már azt hiszem így darálva néztem, talán, tehát hogy ugye már nem hétről hét, mert ez nincs is rá lehetőségem, másrészt pedig azért annyira nem izgatott. Tehát itt én tényleg nem úgy álltam neki, de ahogy így elkezdtem nézni a részt, így mondom, hogy jó, eddig nem volt, nem akartam véreset hányni, meg bármilyen kárt tenni magamba, csak hogy ne ezzel kelljen foglalkozni, aztán a második rész, harmadik rész, és akkor szépen lassan így elment az egész, és abszolút nem sajnáltam amúgy, hogy mondjuk nem tudok addig pókemberrel játszani PS4-en, mert Walking Dead-et kell még néznem, tehát annyira nem sajnáltam tényleg. És hogyha most nem lenne a kibeszélő, tehát azt mondom, hogy oké, ezután már nem lesz több, akkor a következő fél évadot még megnéznéd? Meg. Én is. Biztosan. Én is. Úristen, hogy ezt megéltük. Hova fejlődtünk egy fél év alatt? Ja. Vagy hova süllyedtünk. Rosszabb. De igen. Ja. Jó. Szerintem akkor el is kezdhetjük az első résszel, hogy a kiszállók azok tudhassák, hogy mi a fene történt ebben a fél évadban. Mert hát ott lett vége a 8. évadnak, ugyebár, hogy a Rickék győztek, a Negant bebörtönözték, nem ölték meg, mint ahogy sokan szerették volna. Az volt a nagy bosszú, hogy a shitten rohadva nézze meg, ahogy mindent felépítenek. És hát Carl az meghalt, úgyhogy 9. évad egy új intróval kezdődik egyébként, és rohadjak meg, szerintem ez a legjobb intro, ami valahol volt a sorozatnak. Szerintem gagyi, nekem nem tetszik. Nekem sose tetszett a Walking Deadnek az introja, se az előző, se a mostani. Eddig egyik se tetszett. Az elsőt még elfogadtam, hogy ilyen a sorozat, de ez a mostani, ez nekem is tetszett. Tehát, hogy van benne valami.
Igen, látszik, hogy tényleg akartak vele foglalkozni, nem csak azt csinálták, hogy újabb ilyen Slipknot klip képsorokat vágtak be, és minden egyre sárgább, és a Walking Dead felirat az egyre rohadtabb. Nem, itt teljesen ilyen képregényes, meg jó ránézni. Tehát abszolút, én meglepődtem, hogy a 9. évadra előjönnek egy ilyennel. Olyan megújulást sugalt egyébként már az intrótól is, hogy valami azért itt változott, és azért az első pár résznél még úgy nálam rezgett a léc, de úgy tényleg. Tehát, hogy minthogyha egy teljesen más, mint egy másik csatornánál lenne a sorozat szerintem. Hát egy új showrunner van a sorozatban, tehát a Gergő biztos tudja, hogy őt hogy hívják. Angela Kangnek hívják. Na, pontosan a nyelvemen volt. Na, ő azért látni, hogy tényleg valamiféle új lendületet hozott a sorozatban, mert érezhető tényleg a törődés, és mertek megint újabb dolgokat kipróbálni, meg ilyenek, úgyhogy én nagyon örültem ennek. Úgyhogy új intro, és azzal kezdődik az első rész, hogy láthatjuk az infrastruktúrát, hogy hogyan kiépült az egész, megvan mindennek a rendszere, újra van egész tűrhető mennyiségben élelem, jól kihasználták az időt, amíg nem kellett itt Negannel szarakodni, meg ilyenek. És ez egy olyan izgalmas betekintés, hogy a régi börtönös, meg hát kicsit a farmos időket idézte, hogy oké, most hogy zajlik egy ilyen életben maradás, egy ilyen környezetben. Már jó, tényleg az utolsó, nem tudom, 2-3 évadban annyira el lett engedve ezek a ilyen, az angolok úgy mondják, hogy slice of life, tehát hogy az életükből ilyen kiragadott dolgok, amik egyébként szerintem alapból a sorozatnak egy nagyon jó ízt adtak annó. Igen. És nem tudom, hogy miért engedték el, lehet azért egyébként, mert lehet, hogy több volt vele a munka, és most visszaálltak megint arra, hogy dolgozunk egy kicsit ezzel a sorozattal, de csak jót lehet róla szerintem mondani. Jó. Hát meg a korábbi évadoknál az volt ugye legalábbis az előző kettőnél, hogy ugye folyamatosan azzal hitegettek minket, hogy na itt ugye háború lesz, ugye itt van a Negan, és akkor veszélyt jelent mindenkire, és mindenkinek szétfogja a segét, és nyilván azt csak úgy lehet elhárítani, hogyha ők hamarabb rúgják szét a Negannek a segét. Itt viszont ugye nem erről volt szó, nem erre ment ki a játék, hogy akkor most háborúzunk meg meg akciózni kell, meg akkor tényleg az életben maradása tét, azáltal, hogy ölsz vagy megölnek, hanem csak úgy általában, hogy láttuk azt, hogy igen, vannak itt ilyen kis közösségek, akik között bizonyos ellentétek vannak, jól megalapozott ellentétek, mert azért tényleg itt a Sanctuary-nek a fennmaradása ugye elég komoly kérdéseket vetett fel, de mellette pedig ott volt nyilván az is, hogy ugye már az előző évad végén is belengedték, ugye Daryl meg Maggie ugye nem teljesen értette egyet Ricknek a döntésével, hogy Negan életben hagytuk, és akkor végignézheti azt, hogy mi egy virágzó közösséget vagy társadalmat hozunk létre. Annak ellenére, hogy a Negan mire törekedett. És az egésznek a hangvétele meg a célja megváltozott. Ami megint csak az volt, hogy ez egy nagyon-nagyon üdvözítő húzás volt, vagy irányvonal ennek a fél évadnak. Egyébként nem tudom, hogy éreztétek, de az a része az új évadnak, ahol előző évados ilyen szálakat hoztak tovább, annyira sokkal jobban volt megcsinálva, hogy kicsit ilyen diszonánsnak éreztem, hogy mintha nem is ugyanaz a sorozat lenne. Tehát ez a megijéknek az ilyen összeülünk a sötét szobában, morcosan az előző évad végén, és akkor mondunk ilyen hőzungokat, és morgunk Rickre, abból, ahova most áthozták, ahol úgy tényleg átérzett, hogy lehet, hogy emiatt nem tetszik neki Ricknek az irányítása, annyira hatalmas ugrás volt ott a karakterek, meg a történet szempontjából a minőségben, hogy mintha nem is ugyanazt a sorozatot néztem volna. Mintha nem is az előző történetet vitték volna tovább, csak így vágtak volna egyet, és igazából hasonló, csak sokkal jobb. Hát rebootolták tulajdonképpen a sorozatot, tehát ebben a fél évadban 2 rebootot is láttunk. Igen. De ugye igen. Az első az volt a minőségbeli reboot, amikor tényleg ugyanazt a történetet néztük, csak egy picit másféle megközelítéssel.
Mikor már ugye látszott tényleg, hogy változott a mentalitás, az, amit ki akartak ebből az egész történetből hozni. Ugye látták ugye folyamatosan, hogy csökken a nézettség, stb., és ugye ennek próbáltak elébe menni, hogy jó, akkor változtatunk egy picit a recepten, ami minőségben jót tett, nézettségben annyira nem. Tehát úgy láttam, hogy még mindig zuhanóban van a nézettség, még így sem rossz amúgy, tehát itt sincsen még sok panaszra, de lejjebb szálltunk még inkább attól a szinttől, amivel az előző évad végén abba hagyták. Jó. Szerintem egyébként, ha ezt csinálták volna, tehát ezt a minőségi ugrást meg tudták volna tenni az előző évadban, akkor még meg tudták volna tartani azokat az emberek, akik most igazából föladták a sorozatot erre az évadra. És szerintem nem lenne ilyen drasztikus csökkenés, mint ami egyébként most van. Mert szerintem tényleg a minősége az már annyira nem indokolja. Mondjuk nem tudom, hogy milyen műsorok vannak a Walking Dead-del egyszerre a tévében, mert nyilván nem ott ülök és azt nézem, hogy amerikaiak mire tudnak átkapcsolni, de mondom, szerintem teljesen indokolatlan az, hogy most ilyen szinten esik. Nyilván az indokolja, ami az előző pár évben történt. Forgott a pocid? Nem, elnézést, csak itt ugye nagy a forgalom, majd mindjárt elhúzom a függönyt, és akkor fognak bejönni. De nem, bocsánat, mert megpróbálok valahogy ezzel stratégiázni. De tényleg egy nem tudom, nem hiszem, hogy vissza fogják tudni szerezni az embereiket, de hogyha tartani tudják a szintet, és ehhez szállítják ugyanezt a minőséget, én már boldog leszek. Hát lehet, hogyha egyre több emberhez eljut ez az info, hogy ez a sorozat összeszedte magát, akkor lehet, hogy egyre többen visszapártolnak, de nehéz lesz. Tehát az utóbbi pár év azért elég erőteljesen tett azért, hogy ilyenek legyenek a nézőszámok. Ja. Jó, tehát ahogy mondtam az elején, az egy nagyon jó kis bevezető, hogy zajlik ott éppen az élet, hogy láthatjuk, hogy benzin már nem nagyon van, éppen ezért már mindenféle trükkökhöz folyamodnak, hogy lovas kocsikat használnak, amiket mindenhonnan összelopkodtak, aztán múzeumból ilyen ősrégi, ilyen hogy hívják, ilyen szántó... Ekét? Ekét, ja. Hát ilyen, nem tudom, az ekének számít az ugrási. Az eke volt. Az eke, de... jó. De én még a kombányt sem tudom, micsoda, hogyha engem megkérdeztetek. Na, nem szóval két ilyen San Andreas hoztál eleget. egy ekét próbálnak egy múzeumból kilopkodni, ami egyébként egy tök érdekes koncepció. Az mondjuk más tészta, hogy szerintem elég béna jelenet volt, ahogy azt az ekét ilyen lehető legkörményesebben próbálják azon az üvegpadlón átvinni, az nem nézett ki túl jól. Az olyan tipikusan olyan buta Walking Dead-es jelenet volt egyébként a javuló tendenciában, amikor még így visszasejlett, hogy mik voltak itt évek ezelőtt, hogy az a nagyon egyértelműen már előre látott, hogy mi fog történni, és az történik, és nagyjából úgy is történik, de ennek ellenére egyébként itt is szerintem már látszott az, hogy ez az új évad, mert a kameramunka, meg ahogy be voltak állítva ezek a terek, az már sokkal új, más volt, sokkal nyitottabb volt, mint az előző évadokban. Mert ez nagyon feltűnt, hogy ott mindenhol, nem tudom, egy ilyen raktárkomplexumnak a három folyosóján zajlott szinte minden, vagy azon a három utcán, nem tudom, valamelyik falu között Amerikába. Ja. De itt meg tényleg, mintha bejártunk volna egy múzeumot. Nem az volt az érzésem, hogy csak bementek egy általános iskolába, és három tanternél lefoglaltak. Meg maga amúgy az elképzelés, az nekem szintén tetszett, hogy múzeumban, hogy itt azért jól konzerválva vannak a dolgok. Tehát tényleg olyan dolgok, amiket a múltban használtak, tényleg használati tárgyak voltak, stb. És hát ugye ilyenekre szükség van, tehát már alapjáraton az, hogy nyilván ez régen is működött, valószínűleg ma is fog. Ezt egyrészt le lehet másolni, meg lehet mutatni a kovácsnak, hogy kb. Akkor hogyan kéne megcsinálni, ezt pedig tudja replikálni ezt az egészet. És hogyha már tényleg földműveléssel akarnak foglalkozni, akkor az ilyen alapvető eszközök, mint a kapa, kasza, eke, stb. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amik elengedhetlenek hozzá, mivel a modern mezőgazdasági gépek hát nem fognak működni ebben a világban semmiképpen sem. Ja. Jó, úgyhogy van egy ilyen akciójelenet, hogy ott betörik az üveg, és véletlenül sem próbáltak mondjuk oldalra kimenekíteni a dolgokat, vagy meglúgni, vagy valami. Ott nagyon akarta Ezékiel, hogy beszakadjon alatta, de a forgatókönyv megkívánta. De ja, ez a múzeumos szál nekem tetszett, meg hogy ilyen magokért mentek, meg ilyesmik. Úgyhogy ezek ilyen tök jó dolgok voltak.
És aztán megmutatták, hogy milyen ilyen probléma van a menedékes emberekkel. Tehát ott van egy halom ilyen menedékmunkás, akikkel nehéz kijönni. Tehát egyrészt azok elfogadták, hogy akkor most a Rick sereg az úr, hogy ők diktálnak, de kölcsönösen szükségük van egymásra. És ez is tetszett, hogy nincsenek túl közel, azok is éhesek, nem nagyon bíznak egymásban, meg ilyesmi. Úgyhogy ez is egy tök érdekes történetszál volt. Érdekesebb, mint amikor háborúztak. Nem tudom, ti is így látjátok-e. Igen, mert hát az... nem volt nehéz, amilyen háborút összeraktak nekünk az előző évadokban. Az tény. Mondjad, Gerő? Hát igazából én csak arra akartam rámutatni, hogy a háború igazából akkor izgalmas, hogyha van az egésznek tétje. Most az volt a baj, hogy Rickéknél ugye csak azt láttuk, hogy jaj, persze kemények vagyunk, és a Neganék meg szintén azt mondták, hogy ja, persze, mert kemények vagyunk, és akkor ugye azon próbálkoztak, hogy ki a keményebb. De ez viszont olyan síralmasan volt tálalva, mert ugye a sorozat sose volt jó akció szempontjából, sose tudták ezt rendesen megcsinálni. Úgyhogy akkor miért érdekel minket a háború? Olyan nagyon nagy fifikás cseleket, meg ilyen nagy trükköket sose vetettek be, hogy akkor attól az intrikától majd érdekes lesz a Walking Dead. Most miért mondod? Hát tavaly volt, amikor, hogy egyenesen oda mentek fegyvertelenül a Negan-ekhez a Rickék, és aztán oldalról a bokrokból előtték. Ja, igen, tehát... meg a kukások háromszor baszták át Rickék. Ja, igen. Várjál, nem kéne bízni bennük talán. Tehát így ezek a tudod, mint a 9. osztályosok írták volna az egészet, hogy na majd akkor én fifikás leszek, és azt csinálom, amire számítanak. Úristen! Ez tényleg elképesztő taktika, úgyhogy ezek voltak jellemzőek erre a háborúra, és ez tényleg nem érdekes. Nekem a kedvence még mindig elmegyünk az ellenséges helyhez, és mivel végtelen lőszerünk van, mert beírtuk a cheat kódot, lőjük a falat. Ja, igen. És nem találunk el senkit. Lőjük az üveget, mert azt mondom, hogy megijednek, mert csörömpöl, és akkor elszaladnak. Tehát nem kutyák ezek, vagy lovak alatt, hogy majd az ajtól elszaladnak. Teljes agyén volt. Na jó. Úgyhogy rájöttek, hogy ez nem működik, úgyhogy akkor inkább elkezdtek ilyen más jellegű konfliktusokat felvázolni. Igen, hát első résznek a nagy konfliktusa, hogy és most felírtam, hogy meghalt a Ken. Tudjátok, ki a fene az a Ken, mert én már elfelejtettem. Ki az a Ken, én se tudom. Na mindegy, az első részben meghalt valami Ken, és ilyen lómentés közepette meghalt ez a Ken nevű statiszta fazon, és... Ja, jó, tudom, az új fiú, jó, most már emlékszem. Ez a Hilltopon volt a házaspárnak a gyereke. Őt nem láttuk korábban. Igen? Na mindegy. Ja, ne, őt nem mutatták korábban. Ezt, vagy nem, várjál, ugye a Hapsi volt a Kovács. Tehát, hogy elvileg a titulus alapján ismernünk kellene, de elvileg a srácot nem sűrűn láttuk szerintem, és szerintem most ez egy ilyen hirtelen jött megalapozás, tudom, mint amikor a bent ülnek négyen az autóba, Rick meg még kettő nevesített karakter, meg a negyedik, és hogyha a negyedik meghal, akkor azt megsajnáljuk, és háborút indítunk azért, mert meghalt. Mert Ricky meg fontos volt. Nekünk nem, de az ugye kurvára lényegtelen. Hát lényegtelen is volt, mert egyből ki is nyírták a srácot elég érdekes körülmények között, és ha már szereztek két színészt erre a részre, a Kent szüleit, akkor agybafőben mutatták is, mert nagyon át kellett érezni a nézőnek ezt a tragédiát, hogy ez a karakter meghalt, és ők nagyon bepipultak, hogy Maggie rávette, hogy ilyen feleslegesen halt meg Maggie-nek a hülyeségéért, és ez volt egy nagy konfliktus ebben a részben még, hogy a Gregory, ugyebár a Hilltopnak a régi főnöke, az itt megint szimatolta a lehetőséget, hogy intrikát hozzon itt össze a Hilltopon belül, és esetleg újra ő lehessen a főnök, és hát a Ken apja, aki régen egy alkoholista volt, újra szépen leitatta, így a trauma közepette, és rávette, hogy,
hogy csináljon egy merényletet, ha megére. Ez mindig egy fél részen belül. Úgyhogy ez ilyen nagyon hirtelen lefolyású volt. Gyakorlatilag egymás követő jelenetek voltak, hogy igen. Most dühös, most iszik, most megy, most ölt. Tehát... Igen. És hát nem sikerül megölnie Megit, és hát ott lett vége az egésznek, hogy a Megijék ezt szépen összerakták a képet, hogy mi a fene zajlott itt, és mi akarták a Gregorit büntetni. És ami engem azért meglepett, hogy Megi hiába mondták sokan, hogy hogy jó, hát legyünk észnél, meg stb., hogy csak sitteld le, meg stb., rész végén Megi felakasztotta Gregorit. Ez egy elég radikális jelenet volt, mert valahol amúgy tök érthető volt. Mert ja, megelégelte. Tehát a Gregorival csinálni kellett valamit, mert ugye láthatóan ez is már vagy 4 új esélyt kapott, vagy 5-öt. Tehát, hogy már annyiszor igen. Kapták amúgy ilyen szarkavaráson, hogy nem volt innen visszaút. Már el is zavarták, visszajött valamiért. Tehát, hogy tényleg ez a Gregori karakter, ez nem javult volna meg soha. Tehát az nem lett volna hiteles, hogyha ő hirtelen majd meggondolja magát. Az egyetlen megoldás az maradt, hogy tényleg meghal. Na most akkor lehetett választani a között, hogy valami baleset folyta, hogy most egy lopakodó zombi a nyakába ugrik, ami amúgy a legtöbb halálesetet okozza ebben a sorozatban, vagy pedig akkor egy karakterpillanatot csinálunk belőle a Megi számára. És ez egy tök kemény pillanat volt, mert hogy ugye eddig nem volt jellemző ez a középkori nyilvános kivégzés. Főleg ugye a Rickék között ugye a közösségeken belül. Egy Negan-éknél még oké, mert ott ugye elrettentésként akarták alkalmazni, elég középkori módszerek, de hát nyilván, hogyha félelemmel akarod kivívni a tiszteletet meg a hatalmat, akkor lehet így csinálni. De ugye a Megéknek elvileg ez nem ez volt a cél, hogy így mutassák meg, hogy ki a főnök. És pont emiatt, én picit túlzásig is tartottam, hogy tényleg, hogy odaáll az egész falu, és akkor együtt végignézzük, hogy felakasztjuk a rossz fiút, vagy a rossz csontot. Ott igazából csak az volt nagyon buta szerintem, hogy az utolsó pillanatban kiszaladtak a gyerekek is megnézni, igen. És akkor azt vissza kell vinni, és akkor rosszul érezzük magunkat. Egyébként szerintem tökéletesen lezárták ezt a Gregori dolgot, szerintem le is kellett. Igen. Igazából nekem csak az volt fura, meg így sajnálom így utólag, hogy végeredményben azért Megi karakterébe így fölösleges volt a végén ez a fejlődés. Nem tartom fölöslegesnek, mert mint az, hogy hova jutott, vagy mit csináltak ugye a karakterrel később, abban a szempontból igen, de az, hogy láttuk, hogy mennyire el van távolodva már ettől az egészen, és hogy itt már ez a megbocsájtás, meg az ilyenek, az már neki annyira nem fognak működni. Tehát igen, ezt... keresi is a konfliktust Rickkel szemben, ami egy nagyon üdítő dolog. A Meg és a Rick között ott azért már alakulnak a feszültségek. Igen, ezt vezették szerintem egészen jól, és ez például egy első lépésnek nagyon érdekes volt, hogy tényleg látni a különbséget. És azt, hogy tényleg hol volt a Megi még annó a második évadban, és hogy szépen lassan hova jutott, hogy tényleg most már ő egy közösségnek a vezetője, ahol a nyilvános kivégzés nem tabu. Jó. Ami egyébként tetszett még, hogy ez is ugye az ilyen életszeletek részből, ami ugye az egész évadnak az első évad felének ugye a sztorilánya volt, hogy ugye összedőlt a híd. És hogy egyébként tényleg, hogy ebbe a posztapokaliptikus világba, hogyha összedől egy valamilyen építmény, amit még azelőtt építettek, hogy ugye buktuk az összes modern eszközünket, akkor az ott egy katasztrófa, mert hát hogy a francba? Hát ott van a folyó, hogy kelsz át rajta híd nélkül? Nincsen már helikopter, meg nem tudod kiönteni malterre, hogy akkor befoltozzuk, nem jön a kormány, hogy rendbe rakja, hanem tényleg ez egy komoly probléma, hogy a híd túloldalán laksz, akkor most mi a szart csinálsz? Megkeresed a következő hidat nyilván, de hát... Igen. Hát ez a második részben lesz a fő történetszál, szerintem átismertünk akkor, hogy összedőlt egy híd, ami egy nagyon fontos összekötetés volt a megmentők és a Alexandria Hilltop királyság háromszög között, mert ilyen nagyon hosszú körutat kellene mindig tenniük, tehát ami így ellátás tekintetében nem túl praktikus, meg hát már nem nagyon van benzin, kivéve Daryl a motorjába valahogy mindig sikerül szerezni, de igen. Azt a lazaság hajtja. Azt a hajzsírjából tankolja szerintem. A száz éve hordott
mi az, mellényének a bűzéből. Ez kicsavarja. Etángáz, vagy etángáz. Fárad be. Nem tudom úgy, hogy miből nyerik, mert így mondták, hogy valami etanolt nyer, neki valami növényi alapú üzemanyagot állítanak amúgy elő. Sanctuary-ben ráadásul, tehát ugye, hogy onnan van, és akkor cserébe adják ugye a megék az élelmet. Hát ők pedig ugye hardcore-ban tolják a farmer szimulátort, és akkor így ez az alapja, de nem, én nem teljesen értem ennek a, hogy járműveket hogy hajtanak ezzel, de tökre oké. Uh-huh. Jó. Jó, úgyhogy ezt a hidat kell valahogy megépíteni, és egy nagyon érdekes ilyen konfliktus van a megmentők és a Rickék között, hogy a megmentőket kell ugye bár elsősorban munkára bírni, hogy ők valahogy barkácsoljanak össze ott valamit, és milyen furcsa, hogy egyébként, hogy ott van egy halom ismeretlen ember, ki tudja milyen háttérrel, de egy hidat azért szépen összeraknak. Úgyhogy egész professzionálisan is néz ki, tehát... De Eugene tervezte, ha jól emlékszem, talán. Hát jó, de megtervezni és, hogy mondjam, megépíteni egy-két... Kivitelezni? Hát az ja. Igen. De mindegy, szóval a munkások azok szép lassan, de azért csinálgatják, de azért mindig néznek szkeptikusan, hogy van valami hátsó szándék ott a Rickéknél, és ez is egész érdekes volt. És hát ez a konfliktus, ez még jobban fokozódik, amikor egy ilyen incidens történik, hogy ugyebár próbálják az ilyen zombi hordákat mindenféle elterelő csellel így távol tartani a menedékes tábortól, és hát mindig ilyen hangokat adnak ki, ilyen szirénák, meg stb., és az egyik szirénás állás, amit az egyik ex-megmentős kellett volna, hogy kezeljen, az nem működik. Aminek következtében megjelenik ott egy óriási zombisereg. És a fakitermelő részlegüknél, mert ugye az is van. Igen. Ja, úgyhogy ez nem derül ki végül, hogy most kihibázott, hogy tényleg csak szabotálni akartam, mert azt mondta, hogy nem működött az adóbevő, hogy nem kapta a jelet, hogy neki most zajt kéne csinálnia. Úgyhogy ez nem teljesen tiszta, de szerintem én mondjuk hittem neki, hogy nem működött az avacak. Ja, én is, tehát, hogy azért senki nem akarja, hogy most a munkálata közepét ellepjék zombik, és igazából magukkal basznak ki. Tehát, hogy oda mész és dolgozol valami heteket, hónapokat, mert itt szerintem már hetek teltek el, így az első rész óta. Tehát amúgy eléggé lazán kezelték most az időt, tehát nem az volt, hogy itt a, nem is tudom, a 8. évad első fele volt ilyen, hogy valami másfél napot mutatott be, vagy 3 napot mutatott be, tehát itt csak egy epizódon belül is a többször se telt el sokszor. Igen. Tehát ez nem volt amúgy baj, tehát én kifejezetten ülök, hogy igen, haladunk, mert ugye most már tényleg nem az van, hogy harcokat kell levezényelni, hanem tényleg egy épülő társadalmat, egy épülő infrastruktúrát nézünk végig, és egy hift felépítés az kurva sok ideig tart. Meg egyébként, hogyha észrevettétek, a mostani részekben, ami az előzőnek például szerintem nagy hibája volt, most kapunk igazából történeteket és lezárásokat. Nem az van, hogy 27 történetet követünk egyszerre, és akkor majd az évad, fél évad záróban így összefut, és akkor lesz valami konklúzió, hanem hogy így valahonnan eljutunk valameddig, és közben van egy ilyen átívelő történetünk, ami ugye most a híd, később lesz a nem is tudom már micsoda, de hogy mindig volt valami, ami történt, és lehetett egy jó érzésed a rész végén, hogy ez megvolt. Hogy nem csak így a nagy semmiben történtek a dolgok, és majd egyszer lesz valami konklúziója. És végre leszálltak arról, hogy valami történik, aztán 3 részsel később folytatják. Igen. Hanem itt tényleg viszonylag lineárisan haladt minden. És ez annyira üdítő volt már, mert tényleg, tehát ez már elviselhetetlen volt. Gondoljatok bele, Aaronnak a karja, hogy összenyomódott az előző részben, az egy részvégi ilyen cliffhanger lenne, hogy nem tudjuk, hogy mi történik vele, aztán a következő részben meg elmentünk volna, mit tudom én, Karollal, nem tudom, tehenészni. És akkor a 2 résszel később meg vissza oda. Jó. Na, sokkal összeszerettebb volt a történet. Valahogy összebírták rántani ezeket párhuzamosan, és
Lehet, hogy ez amiatt volt, hogy ugye egymás utánban néztem a részeket, de valahogy nem éreztem azt, hogy bárki is hanyagolva lenne. Meg valamit leszámítva, de arra majd visszatérünk. Meg itt volt 8 résznyi történet, tehát nem az van, hogy mint az előző évadokban, hogy volt 3 résznyi sztori, és valahogy felvizezték 8-ra. Nem, itt tényleg, itt a legtöbb résznél tényleg éreztem, hogy itt tudták, hogy mit akarnak ebből kihozni. Mm. Úgyhogy ez tök jó volt. Nem rossz is sorozatnál, hogy tudják, hogy mit akarnak elmesélni, és nem csak így a vakvilágba csinálják a részeket, mert muszáj. Jó. Ja, így nekünk se kell, akkor másfél órákat fröcsögnünk fél évente. Emiatt. Nem tudom, hogy ez volt az első ilyen rész, vagy lehet, hogy a következő részekben, de hogy elkezdtek ilyen drón felvételeket nyomatni. Uh-huh. Ami nekem baromira tetszik amiatt, hogy úgy látod, hogy hol vannak, mekkora a világ, valami viszonyítási alap. Nem csak az, hogy mindig ilyen fejmagasságban álló kamerák nézegetnek jobbra-balra. Hanem, hogy így be tudtad helyezni, hogy oké, ott most egy nagy téren vannak, ahol a fákat kitermelik, nem az, hogy két bozót között ott verekszenek, hanem tényleg úgy érezted, hogy egy világban vannak. Uh-huh. Igen. Jó, úgyhogy aztán megjelent ez a zombi horda, és aztán hát egy prominensebb ilyen áldozat van a... És nem szóval csinálni, Aaron. A Aaron, igen, annak a karját le kell amputálni. De mondjuk hát elég csúnya volt. Ez már a sokadik a sorozatban, úgyhogy ez már rutinból nyomják. Hát de tudod, ez nem amiatt volt, hogy megharapták, és akkor jaj, akkor gyorsan kezeljük a rebit. Igen. Tényleg így rásett, és így nézem, hogy ez a régi részekben valószínűleg begipszelik, adnak rá egy puszit, és meggyógyul 2 nap múlva. De itt viszont idéztem, hogy így rá, utána meg is mutatták, hogy a közönség ezt le kell vágni, ezt nem fogják megmenteni. Szerencsére nem mentették meg. Tényleg így volt neki valami súlya, vagy volt neki valami tétje. Ami megint csak nem árt. És hát ami még ebben a második részben volt, amit az első részből ki is felejtettünk, hogy gyerekek, hát itt dúl a láv, mert itt mindenkivel összejött. Tehát a Carol összejött Ezekiellel, a második részben a még nagyobb sok a Gabriel összejött a Mila Jovovich klónnal, aki annyira nem néz ki Mila Jovovichnak. Úristen, gyerekek, hát ez a románc nagyon nem működött. Hát ez... Hát románc, hát most mi... Miért gondolták, hogy ez kell? Hát most Gabrielnek ez a világ vége, tulajdonképpen neki egy új világ kezdete, mert ez így sorra szedi fel amúgy a macákat. Tényleg mióta félszemű lett a Gabriel, hallod, 2 csajt is felszerelt ebben a félvarban. Igen. Csámo, hallod, a szintet lépett. Tényleg új során, mert az új Gabrielt is hozott neki. Jó, úgyhogy, és ha már Gabriel szenzációs egyébként, hogy azért túl sok kajájuk nem lehet továbbra sem, azért láttuk, hogy miféle termés van ott, de a Gabrielnek sikerült kb. 10 kilót felszedni a múltfél évad óta. Nem tudom, ti is észrevettétek-e, hogy... Nem néztem a vonalait. Azért én nem rábíztam volna a raktárkulcsot. Milyen mert... biztos nem járnak sokan a mostanában a templomba, aztán az ostya az úgy felrakódott. Ja. Ja. Ja, úgyhogy ez kicsit olyan fura volt. A Gabriel ő a talán a legnagyobb negatívum ebbe a fél évadon, mert kezdek besokalni tőle. Ő az új Morgan. Ő az új Morgan, így van. El nekem annyira nem megy amúgy az agyamra, kicsit olyan fura, tudod, így ez a lézeng, és akkor így néz, és ez a, így beleteszik az események sűrejébe, de hogy ténylegesen bármit is hozzá adna a történet, ez nagyon-nagyon ritka. Hát meg évadonként karaktert cserél, tehát semmi kézzelfogható jelleme nincs ennek az embernek, én nem vágom. Egyszer pacifista, egyszer Isten tagadó, egyszer meg Istent imádja, egyszer meg nem tudom én, 3 nővel kufircol egyszerre. Nem, tehát egyszer Marilyn Manson klipet forgat ezzel a szemével. Tehát nem tudom, nagyon, nagyon fura ez a csávó, úgyhogy én annyira nem ragaszkodom hozzá, de hát megkaptuk a Gabriel dózisunkat elég rendesen, de erről majd lesz szó. Ja, még a rész végén még jön a nagy találkozás, és a Rick meglátogatja a Negant, elmeséli a napját, hogy
dicsekedjen, hogy hú... De várj, az egész részben ment ez, nem? Tehát, hogy így mesélt, és akkor így tudod, így kivagdostak, mint hogy ilyen interjúsan mesélnél ja, az lehet. De ez apróság, tehát hogy a lényegen nem változtat. Hát a lényeg az, hogy elmeséli, hogy mennyire virágzik minden, és a te alattvalóid építik az én hidamat, meg stb. És a Negan elereszt egy ilyen mondatot, amit külön ki is írtam, hogy nem mented meg a világot, hanem csak előkészíted nekem. Azt a mindenit. Tehát elég meredek szavak attól, aki nem tudom én, fél éve már sitten rohad, tehát kicsit két nagy éve. Pofája van. Vagy legalább két éve. Két éve. 18 hónap volt az első résznél. Aha. Jól emlékszem. Jó, hát akkor pláne. Ha jól emlékszem, itt a előttem lévő nyitott Wikipedia cikknél kiírva. Na, az biztos jobban tudja. Ja, szóval még mindig nagy a pofája, de ez is részenként változik egyébként Negannél. Negan kifejezetten neki is jót tett ez, hogy ahogy változott a szemlélet vele kapcsolatban. Tehát igen. Nekem nagyon tetszett kb. Az összes jelenet vele, amit ebben a fél évadban volt. Könnyű jó. dolga van, ő Jeffrey Dean Morgan. Tehát, igen, hogy... Jeffrey Dean Morgan, és nem unjuk. Tehát, hogy ugye eddig az volt a baj, mindig, hogy minden részben belerakták, és akkor mindig hülyeségeket beszél. Tehát semmiről tépte ugye a száját folyamatosan. Itt viszont így ilyen effektíve párbeszédekbe bonyolódik az emberekkel. Igen. És ez az a Negan amúgy, amire én nagyon kíváncsi voltam már a képregények olvasása után. És te a színész az mindig zseniális, és szerencsére szerintem, hogy neki is van ideje más filmekben szerepelni, például a Rampage-ben szerintem ennek a forgatási szüneteiben ment el, mert ugye tényleg itt már annyi volt a dolga, hogy üljön a cellában, és akkor beszélgessen éppen a képen fáradt hozzá. Szerintem ezt egy nap alatt leforgathatták vele, hogyha ügyesen csinálták. Valószínűleg igen. Jó. Jó, úgyhogy... Van még esetleg valami, vagy mehetünk a harmadik epizódra? Na, a harmadik... egyébként, tehát hogy tetszenek nekünk a dolgok, így jók, igen. amiket csinálnak benne, így dicsérjük, és így megyünk tovább. Menjünk előre a szar részekhez, jó? Hát a harmadik az még egész jó volt. A harmadikhoz azt írtam fel, hogy nagy családi nap volt Rickéknél, és... emiatt nagyon gyanús, hogy már közeleg a halála, ahogy lenni szakadt a Walking Deadben, hogyha valaki feltűnően sok játékidőt kap, az sose jelent jót. És ez is itt volt a helyzet, hogy a Judith-tal táncolt a szivárvány alatt, meg a Missionnal, meg minden. És igen, ez volt a rész elején. És aztán folytatódik a megmentős hídépítős szál, ami itt egy újabb sebességbe kapcsol, mert fokozódik a feszültség, tekintettel, hogy ezek az ex-megmentők, ezek sorjában így kezdenek eltűnni. És senki nem tudja, hogy hová lesznek ezek a munkások, hogy elszöktek, vagy a Rick-féle társaság az megbosszulja a korábbi történések miatt, vagy ilyesmi. És nagyon nehéz így munkára bírni őket. Ott is kétféle párt van, hogy ez egy félreérti, meg stb. Működjünk velük együtt. Aztán vannak azok, akik mondják, hogy na most már elég, ti nem biztosítjátok a védelmünket. És igazuk volt amúgy, tehát mind a két igen. oldalnak itt valahol, tehát hogyha nem hajlandók nekik fegyvert adni, én sem adnék amúgy, tehát ki van zárva, hogy fegyvert adjak nekik, ja. de hogyha nem tudják megvédeni, akkor tényleg nem akarnék én sem maradni, akkor dugják fel a hídjukat oda, ahova akarják, tehát hogy akkor én se csinálnám, viszont ez meg tök érthető, hogy viszont arra a hídra meg szükség van ettől függetlenül, és a Rickék pedig nem tudják, hogy mi miatt történik ez, vagy hogy hova tűnedeznek el egyáltalán az emberek. És ez egy tök érdekes rejtély volt, amiről én igen. másféle megoldást vártam. Tehát már mint, hogy én azt hittem, hogy ez már a suttogóknak az előrejelzése, hogy már ezt ők csinálják. Azt mondta, kiderült egy szerintem kifejezetten jó húzással, hogy az Oceanside-iak azok, akik és jó, egyébként ezek az ezeket csinálják. Igen. Jó. És egyébként szerintem az egyik legdurvább jelenet volt az ott az Oceanside-dal, amikor a konfrontáció volt, és nem azért, mert fröcsögött a vér, meg beverték a fejeket, meg mit tudom én, hanem amikor ott úgy elhangzottak. Mert attól az úgy, szerint még nekem is, amikor hallgattam, így felfordult kicsit a gyomrom, és azt mondtam, hogy öljed. Hát igen, tehát ott levezették, hogy ezek az emberek megölték a család tagjaikat,
És hogy milyen brutálisan. Igen. És hát ott volt a Maggie meg a Daryl, akik szépen félrenéztek, és hagyták, hogy megtörténjen, ami megtörtént. Ez volt a másik, ugye, ilyen fontosabb Maggie meg Daryl pillanat, hogy ők félrenéztek, mert ők is egyetértettek vele, és nyilván ez is már egy ilyen, ez is egy távolodás volt attól, amit a Rick képviselt, ugye, vagy a Rick szeretett volna elérni. És ez megint csak egy olyan, hogy egyrészt felveti a kérdést, hogy most ez a fajta önbíráskodás, vagy ez a fajta igazságszolgáltatás, ennek mennyire van helye egy ilyen radikális helyzetben, amikor tényleg az van, hogy közvetlen szeretjük-e tényleg testvért, férjet, bármilyen más közeli hozzátartozót elvesznek, és neked utána, miután elvileg már ugye béke van kötve, tehát ugye megvan itt az egymás mellett élés, és te ettől függetlenül nem tudod elengedni, és saját kezedbe veszel ezt az igazságszolgáltatást. És ez megint csak egy olyan dolog volt, ami nem volt jellemző a Walking Deadre, hogy ezt ennyire értelmesen csinálja. És ennyire nyitva hagyja, tehát általában mindig a szánkba volt végén tömve, hogy ki a jó, meg ki a rossz, kivel kell egyetérteni. Általában mindig Rickékkel, de ez meg egy ilyen teljesen nyitott kérdés maradt, hogy hát igazából ezeknek is igaza van, azoknak is igaza van, ezeket is, meg azokat is meg lehet érteni. Nekem az volt egyébként fura, hogy az előző évad végén, ami volt az a keresztapás összeülés, az ezután a jelenet után lett volna érdemes, meg jó, meg, tehát hogy illett volna a teljes narratívába. Hogy ezek után ülnének össze a megijék, és durmolnának, hogy ezért, vagy durcog, hogy ne, mit akartam mondani, hogy durcáskodnának Rickkel szembe, hogy egyébként tényleg ezek a sanctuary-sek, ezek rohadékok voltak, nyilván nem kell mindenkit kivégezni, de miért kéne nekünk értük kiállni, és akkor ugye ott van a fő Negan, aki ugye, mint tudjuk, nem csak a Rickék csapatjában lévő embereket ölte meg olyan brutálisan, hanem hogy így tudunk meg több dolgot is. És ez így adná, hogy ezek a dolgok így fölgyülemlenek már annyira, hogy Rick ellen akarnának menni. Innentől kezdve meg már teljesen egyébként én jogosnak éreztem a megijéknek a felháborodását, és hogy ez a Ricknek ez az idealizált képe, amit így dédelgetett, ez azért nem fog tudni úgy megvalósulni, és az, hogy meg leerőlteti mások torkán, az meg teljes mértékben azt a reakciót váltja ki, amit egyébként kiváltott. Igen, főként, hogy ő ott sincs javarészt, tehát másnak kell fenntartani azt a rendet, amit ő megálmodott, de nem nagyon lehet fenntartani ezt a helyzetet. Tehát igen, egy tényleg rengeteg nagyon érdekes ilyen szituáció adódott. És egyébként nem tudom, hogy mennyire akarták így sugallni a készítők, de kicsit olyan érzésem volt, mintha az Alexandria az ilyen luxus negyed lenne. Tehát ott laknak a gazdagok. A Beverly Hills. Igen, tehát hogy ott csinálják nekünk a kaját, ott csinálják a másik Sanctuary-ben nem tudom én micsodát, Kingdom is csinál valamit, és Alexandriában meg ott laknak a burzsujok, akik csak egész nap táncolnak a gyerekkel, meg mit tudom én. Igen. Annyi, hogy ott van elrakva Negan, de hát így ennyi. Hát ő is a izében van, látod? Rosszat csinált, és a luxus börtönbe vitték. Igen. Jó. Úgyhogy igazából ez a Agatha Christie történet van, hogy ki öli meg a megmentős embereket, illetve egy dolog derül még ki ebben a részben, hogy kiderül, hogy mi a fene van ezzel a helikopterrel. Ez egy nagy rejtély volt már évek óta, amióta először láthattuk, és hát kiderül, hogy most már nem Mila Jovovichozok, mert már nem néz ki úgy, úgyhogy ez a Jadis nevű borzalomnő ezzel kapcsolatban a helikopteres társasággal, és a nagy szerelme a Gabriel véletlenül le is buktatja, hogy na hoppá, te meg mit csinálsz itt? Aki hát leüti a papot. Nem volt túl komoly ez a szerelem, és hát valamiféle, hát nem tudom, ilyen emberkereskedő háttere van ennek a nőnek, én nem teljesen értem, hogy itt ebben a világban mi a fenét akarnak még embert kereskedéssel foglalkozni. Tehát amúgy én ezt egy olyannak képzelem el, hogy ugye itt azt mondta, hogy van egy A meg egy B opció. Most valószínűleg a B opció az, hogyha valakit kimenekíteni akar, az A opció az pedig, amikor áróba bucsájt egy embert, és azért ő kap valami kreditet. Például azt, hogy akkor kimenekíthet egy embert. Tehát azt nem értem, hogy ez így logikus egyébként, de hogyha áróba akar-e bocsájtani is, akkor is miért akarja megharaptatni?
Mert ugye azével is ez volt, szerencsétlen, hogy hívják a papunkat? Gabriel. Gabriellel is, hogy mielőtt meggondolta magát, akkor ráeresztett volna egy zombit, hogy harapja meg. Tehát, hogy nem értem, hogy az hol jön be? Hát zombi az mindenhol van, csillió, nem? Hát minek még egy? Hát lehet friss zombi kell nekik. Nem, lehet, hogy valami kutatás. És mit csinálnak vele? Vagy... Nem tudom. Lehet, hogy friss zombi az még finomabb, vagy nem tudom, ízlésesebb a falra kirakta. Gergő, álljul a tisztokat! Nem tudom. Nem, lövésem sem, én csak így próbáltam racionalizálni, hogy mégis mi lehet az, és gondolom az egyik ad, a másikért meg kap. Tehát, hogy ennyit tudtam kihúzni. Na most az, hogy melyik alkú mit jelent pontosan, azt gondolom majd úgyis rátérünk az ötödik rész kapcsán, de majd a tévéfilmekből fog valószínűleg kiderülni, hogy ez mi a tököm. Uh-huh. Jó. Hát több nem történt ebben a harmadik részben, ha stimmelnek a jegyzeteim, így vagytok. Jó, akkor a negyedik rész, itt már jó sok mindent írtam, kezdődik azzal, hogy a Mission annyira unatkozik a Beverly Hills-i Alexandriában, ahogy mostan összekombináltuk, hogy ilyen gyilkolhatnékja van, és hétköznapokon szépen elmegy így az erdőbe gyilkolászni, hogy formában maradjon, holott már annyira nem, nincs erre igény, de hát jó. Formában akar maradni. Igen. És izmosnak akar maradni. Jó. Meg új haja van, új frizurája. Végül sok mindenkinek. Igen. Hát mi a Ricknek levágtak a haját, helyette nevesztett szakállat. Igen. De Carol... mindig úgy néz ki, mint egy nagyon-nagyon csúnya puli kutya. Ja. Carol meg a Hagrid hajával. Hát neki majd később, jön, az majd a hatodik résztől lesz. De az már csak utána volt. Az már csak akkor időzünk rúg majd. Akkor lesz az a, mint hogyha a vikingekből szabadult volna, nem tudom. Ja. Jó, hát ami ebben a részben kiderült, hogy megépítették ezt a csodahidat, ami viszont elég instabillá vált, miután ilyen nagyon erős sodrás. Hát pont az anyag, hogy még nem fejezték be. Tehát, hogy ugye azt mondták, hogy ugye kell minden ember, hogy a sodrást kibírja, és be tudják addig fejezni, amíg, vagy mielőtt még szétbaszna, hogy a hidat a sodrás. Hogyha nincsen elég ember, nem fejezik be időbe, és akkor meg tönkre megy az egész. Uh-huh. Akkor vagy úgy. Ja. Úgyhogy igen, tehát ez a híd még mindig egy érdekes történetszál, és egy nagyon érdekes sztori kezd kialakulni, mert Maggie szépen fogja magát, és elindul Negan felé, hogy na jó, most elég a cicózásból, most kinyírom ezt a csávot. És Rick ezt meghallja, és ő is robog haza Alexandria felé, és próbálja utolérni, mert ott, ő is ott a híd környékén van, és próbálja ezt megakadályozni. És ugye Daniel veszi föl, hogy elviszi. Igen. Jó. Úgyhogy igen, tehát a Daryl szépen ezt meg akarja akadályozni, és ilyen csellel elviszi a motorjával, és hát ott a ketten aztán összevesznek, amikor a Rick szépen észreveszi, hogy mire megy ki ez az egész, és egy tök jó jelenet van szerintem, ahogy így beesnek egy ilyen árokba, és egy nagyon érdekes kis párbeszéd van közöttük, ahol mindketten elmondják, hogy ők hogy látják a dolgokat, és megint csak az van, amit Gergő, te is mondtad, vagy nem, Sirin, te mondtad, hogy nem próbálja a sorozat így a szánkba rágni, hogy kinek van igaza, mert mindkét oldalnak megvannak a jó érvei. Így van. Ezt már én is felírtam amúgy magamnak, hogy a veremben milyen jó párbeszédet folytatott le a Rick meg a Daryl, mert ez nem is volt, hogy jellemző a Walking Dead-re ezelőtt, ja. Hogy Daryl hogy beszél? Ilyen... Egyrészt az egy dolog, hogy beszél értelmes dolgokat, beszél, de ez a megyünk, megöljük, ki vagy, nem iszak neked, jó van. Nem. Tehát, hogy ez egy picit komplexebb, majdnem már összetett mondatokat is vélt emléka felfedezni, ami aztán meg tényleg, mint hogyha egy egyetemi végzés végzett volna ez a szerencsétlen a hajával együtt, de hogy kifejezetten üdítő volt ezt hallani, hogy itt nem csak ilyen ösztönlények estek egymásnak, hogy na akkor megverlek, mert meg akarlak verni, és nem értek veled egyet, hanem úgy megpróbálták megbeszélni. Igen. Igen, ez a gödrös rész, ez tök jó volt, ahogy próbálnak aztán végül így egymás segítve kimászni onnan, és hát nem volt túl egyszerű, hogy minden, amiben kapaszkodnak, az így leszakadt, de aztán nagy nehezen a Ricknek sikerül kimásznia,
és aztán valahogy arra jár egy horda, és az nagyon állatul nézett ki, hogy azok így folyamatosan így potyognak be a gödörbe. Ja, igen, azt mondta, hogy Daryl meg izét sámrit épített belőle, vagy dobogott, hogy felmásztanak rá. Az is egy kifejezetten ilyen kis kreatív mozzanat volt, vagy pillanat volt. Igen. Meg annak nagyon örültem, hogy ezt nem húzták meg, hogy Rick azt mondja, hogy bocsi tesó, te meg kell állítanom meg itt, és ezért itt hagylak. Igen. Igen, azért az tényleg jó volt, hogy amikor láttuk, hogy megvannak az ellentétek, de amikor a szar elkezd folyni, akkor mindenki egy vállat vetve azért még mindig ott van egymásnak. És azért nem lehet elfelejtve, hogy ők már nem tudom én hány év óta együtt vannak, mert egy előző évadban simán el tudtam volna képzelni, hogy egyszer csak, hát most nem értünk egyet, akkor szia, haj meg. Hát ja, most már közöttük konfliktus ott, amikor volt valamiféle robbantás ott a szemmúlt évadban. Igen, és az pont olyan volt, hogy teljesen logikátlan, meg felépítetlen volt, hát csak egyszer csak így egymásnak kezdtek verekedni. Igen. Na, ez most meg azért, igen, most azért több része ott ez így gyűlik, látjuk a karakterek, mind mennek át, és akkor van egy konklúzió, tök fura. Mm-hmm. Jó, tehát egy nagyon jó jelenet volt, aztán a Rick ott elcsalja őket, és aztán így mindketten megmenekülnek, de nagyon feszült jelenet volt. Úgyhogy jó, a Rickes rész szerintem akkor hagyjuk az epizód kibeszélés végére, hogy mi volt itt még. Hát a Negan elkezd éjségsztrájkolni, és a Michonne aztán megjelenik, és tricselnek egy jót, hogy zabáljál végre, mert ez nem az egyességünk, hogy te itt ilyen halsz. És ott is egész jó kis párbeszédek voltak. Tehát ez is egy nagyon jó kis Negan jelenet volt. Hát ez a jobbak közé tartozott, mert hogy ugye volt az előző évadban talán egy olyan, amikor a Gabriellel volt összezárva a Negan, és tudod, azt mondták, hogy na majd ez lesz a nagy Negan epizód, és engem az annyira hidegen hagyott, annyira nem érdekelt az a rész, és erre nem mondom azt, hogy ez olyan hűde-hűde nagy volt, mint mondjuk a Ricknek meg a Darylnek a közös jelte, de ez már határozottan az átlagnál egy picit jobb szintet megütött. Jó, de emlékeztek, hogy honnan jöttünk, amikor autós üldözést csinálnak Negan és Rick a zombi apokalipsz közepén, és akkor fölborulnak, és harcolnak egy sötét házba, meg nem tudom, tehát hogy olyan messze tartunk már ezektől, hogy már szinte nem is emlékszem rá, hogy ez a sorozathoz tartozott. Ebben mondjuk igazad van, de ez tényleg egy fokkal azért értelmesebb volt annál. Hát itt az érzékeny oldalát megismerhetjük Negannek, amikor szóba jön a felesége, a Lucille, hogy miért ilyen szoros a kapcsolata az ütővel, mert így ő ábrázolja, szimbolizálja a feleségét, ő, aki rákos volt, és hát mindenképp látni akarja csak azt az ütőt, meg ilyenek, és hát amikor ezt nem teheti meg a Michonne vele, hogy lássa, akkor így nem tudom, szétveri a fejét a falba, meg ilyenek. Tehát nagyon erőteljesen elkezd szenvedni a Negan, és tényleg érdekes nézni, hogy mi lesz ebből az emberből. Néha azért aggódom egyébként, hogy majd a végén húznak egy olyat, hogy haha, mégse, hogy ezek az ilyen karaktermomentek Negannel, ez csak ilyen, csak hogy elhitesse velük. De igen, a következő részben volt egy ilyen, azt hiszem, a meg is jelenetnél. De ahogy így halad az évad, így egyre kevésbé volt már bennem ez a félsz, hanem hogy úgy talán mégis tudják, hogy mit csinálnak. Igen. Igen. Ja, úgyhogy három dolog történt még ebben az epizódban. Egyrészt, amit már előbb így megemlítettünk röviden, a Gabriel történetszál az folytatódik, hogy fölébred megkötözve megint a szemétdomb közepette, és a Jadis az már megint ezt a gladiátor zombit ereszti rá. Tehát neki valamiféle fétisa van ezekkel, nem tudom, hanyadjára csinálja ezt. Meg hányat tart ő ott, tehát, hogy igen, már nem tudom, hanyadik. Igen. Ja. És hát éppen, hogy ez a gladiátor zombi az megharapná a Gabrielt, akkor a Gabriel annyit pofázik, hogy megbocsátok neked, meg stb., hogy a nő az meggondolja magát, és akkor hát megkönnyörül rajta. Na ez halálgyenge volt. Ez tényleg egy nagyon fos rész volt.
Ezért kár volt odavinni ezt a szerencsétlen Gabrielt. Hát, de tehát ez még a régi Walking Dead-es időket idézte. Ez abszolút. Ez még az előző évadot hozta. Tehát ez a Jedis, ez egy nem nagyon tudtak mihez kezdeni érzéseim szerint. Tehát így próbálták valahogy integrálni ebbe a közösségbe, vagy közegbe, de nem igazán működött. Tehát, hogy mintha tényleg még ott ragadt volna. Ami nem feltétlen baj karakter szempontjából, csak még mindig rohadtul idegesít. Igazság szerint szerintem ezeknél a jeleneteknél már csak azért rakták bele, ami ugye később történt, hogy az embereknek a fejébe legyen, hogy ez a karakter még létezik. Ja. Amúgy nem szívesen emlékszik rá senki. Igen. Én úgy örülnék, ha ezt a szemétdombos JPG hátteret, amit green screenbe raknak be, egyszerűen kitörölnék, és ezt az egész szemétdombot felejtsük már el. Tehát ja, ez... desktopról töröljék a JPG fájlt, aztán utána se a többet nem látjuk. Szörnyű. Ja, úgyhogy hát ők ketten itt szokítanak, így ki lehet jelenteni. Könnyes búcsút vesznek egymástól. És ami még történt ebben a részben, hogy eszkalálódik itt a megmentős seregnek a történetszála, mert hát fellázadnak, és egy egész jó kis pisztolypárbaj alakul ki, és a Carol volt akkor így a Rick-féle seregnek a megbízottja abban a pillanatban, és ő ott próbálja csitítani, de aztán hát tényleg hát ott ilyen fegyveres lövöldözés kezd kialakulni, és hát ott már menthetetlen lesz az egész, és mindenki fut amerre lát. Úgyhogy tényleg ez olyan jól felépített rész volt. Tehát így tehát a negyedik részre ebből a konfliktus helyzetből kihoztak tényleg valami kézzelfogható dolgot, úgyhogy ez egy szép lezárás volt. És hát a rész legvégén aztán jött itt a Rick-féle búcsú bulinak az előszele, hogy éppen terelne el egy halom zombit, amikor hirtelen megjelenik a hajtókanyarban egy másik horda, és a ló az így egyszerűen ledobja magáról a Ricket, és elég érdekesen, de így ráesik egy ilyen vascsőre, ami így átdöfi őt elég rendesen. Nem tudom, hogy olvastátok-e, hogy ezzel kapcsolatban, bocsánat, hogy mondták, hogy ez a lovaknak volt a bosszúja, mert ugye az első évadban ott hagyott egy lovat, hogy megmentse saját magát. Ja. És most tényleg, visszajött a karma, tehát így megköszönte most, hogy... Lovak továbbadták az információt, és... és... Milyen költői? Biztos tudatosan csinálták, ahogy ezt. Ja. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Sugar to die. Ja, úgyhogy ráesett egy vascsőre, és két oldal jön egy horda, és ő meg kiúzni is nagyon tudja magát a csőből, úgyhogy ez... A csőbe húzták, úgy érted? Igen. Bocsánat, nincs itt Black Sheep, nekem kell pótolni valami. Ja, úgyhogy hát ha mondjuk nem tudtam volna előre, hogy a Rick az meghal, mondjuk nem is nagyon csináltak ebből titkot, ami elég érdekes. Hát be volt lengetve, vagy öt részt fog szerepelni a Rick még. Ja. Egyébként szerintem ez volt ennek az évadnak az egyik legnagyobb elszúrása. Hogy ez nyilvános lett. Igen. Ha ez nincsen egyébként, ez most ez egy akkora csavar lett volna, és utólag el lehetett volna mondani, hogy persze azért történt, mert nem akarta már a sorozatban vállalni a szerepét a Andrew Lincoln, és így utólag kijöhetett volna, de így, hogy mindenki tudta előre, meg be volt promózva gyakorlatilag, hogy utolsó évad a Ricknak, akkor ez egy olyan fordulat lett volna, amire még azt mondom, hogy nem tudom, ilyen teljes sorozatos mércével, és az, hogy a főszereplő meghal, hát az olyan, mint a Game of Thrones-ban, amikor meghal Sean Bean. Igen. Hát igen, csak ugye ez biztos tudatos volt, ezt azért akarták, mert hogy azt mondják, hogy na akkor a Rick meghal, tehát az izgalmas dolog lesz, nem? Tehát, hogy így mondják az emberek egymás között, hogy nem nagyon nézek már Walking Dead, de most meghal a Rick, úristen, arra kíváncsi vagyok, mert a Rickre még emlékszem. Talán az egyetlen karakter, akire emlékeznek úgy az egész sorozatból, és valószínűleg ezzel fel akarták egy kicsit itt korpácsolni a nézettséget, hogy akkor... Gyertek vissza, mert lesz itt egy nagy hattyú dal, aminek majd ti szemtanúi lehettek, és tényleg egy 9 éves folyamatnak a végére fogunk pontot tenni. Mm-hmm. Jó. Jó, hát aztán az ötödik résszel folytatódik ez. Szerintem akkor vigyük most már végig a Rickes dolgot. Uh-huh. Történtek ebben a részben azért még más események is, de akkor
zárjuk le itt a Rick Grimes témát. Hát ami elég nehezen elképzelhető, de aztán valahogy lehúzza magát arról a rúdról, vascsőről, és valami írtózatosan vérző, kilógó béllel, de valahogy folytatja a terelést, és kb. 760 liter vért veszít, de még mindig rajta ül azon a lovon, hogy kövesse a horda, és ne menjenek arra, amerre nem szabadna menniük. És hát próbálja is a sebét ellátni, de hát nem tudom, elképesztő mennyiségű vért veszít végig, és aztán mindenféle víziói vannak. Na, itt kezdődik aztán az érdekes cameo sorozat, mert megjelenik hirtelen Shane, ami egy tök jó jelenet volt. Az tetszett nagyon nekem is. Nem, tehát, hogy én örültem neki, hogy Shane meghalt a második évadban, ugye ott azután lett John Bertalba a sztár, és ennek ellenére visszajött, hát gondolom pont azért, mert hogy ugye ennek köszönheti azért nagy részt, hogy ott tart, ahol. És látszottam úgy, hogy színészileg nagyon sokat fejlődött, tehát hogy nagyon rendben volt az ő jelenléte, meg úgy a szövegkönyv is szerintem megkérdezte, hogy volt. Hogy van amúgy a lányom? Az kurva jó volt. És én teljesen elfelejtettem, hogy ez nem is a Ricknek a lány? Így van. Totál kiment a fejemből, hogy tök semmi hülyeség volt ugye még annó, vagyis hát elvileg nagy dolognak szánták, de ugye azóta se kapott nagy hangsúlyt ez, vagy sosem mondta azt Rick, hogy na akkor ő nem is amúgy a lányom. Szerintem senki nem is tudja, hát, nem a befogadta. De hogy ez például egy tök okés dolog volt, és mondom, hogy az egész Shane cameo, ez nekem nagyon átjött. Igazából a cameók szerintem mind jók voltak, egyet kivéve, de szerintem arra majd rátérünk. De egyébként tényleg döbbentő, ilyen ledöbbentő az, hogy a Shane karaktere, ugye a színész, az mennyi siker után visszajött, és mit gondolhatnak azok a színészek, akik meg ott maradtak? Szegény Andrew Lincoln, ugye ő a főszereplő, nem tudom, biztos volt benne egy olyan, hogy hát jó nekem ez a Walking Dead, de amikor látja, hogy visszajön a Shane-nek a színész, és bocsánat, hogy nem teszem a neve, de hogy nem gondolkozik, hogy mi lehet volna, hogyha én lépek ki 3 évvel ezelőtt? Igen. Milyen díjeim lehettek volna? Mert egyébként ő egy jó színész, tehát, hogy akárhol szerintem találhatott volna munkát, egy kis szerencse, hogy egy olyan filmprojektbe kerül be, ami befut, vagy egy olyan rendező szárnyai alá kapja, aki egyébként meg tudja rendesen futtatni, tehát, hogy azért ez fura érzés lehet. Hát igen, tehát hogy tudod, mint amikor hogy megrakadsz egy munkahelyen, és akkor utána hogy az egyik coworkeredből meg a főnököd lesz, meg a stb., meg így bármilyen más ilyen vezetői pozícióba átkerül, és így pontosan ugyanez volt a helyzet, és így én biztos vagyok benne amúgy, hogy tehát, hogy nem nagyon panaszkodhatsz, mert biztos, hogy azért így pénzen minden rendben van amúgy, meg nem is hajtják valószínűleg Persze. túl, mert valószínűleg nincsen problémája belőle, csak már lehet, hogy kezdje ő is unni egy picit. Hát valószínűleg emiatt, ugye, meg hát ugye mondta, hogy egy ilyen Walking Dead forgatás egy évadnak ilyen 4-5 hónapig eltart. Tehát, hogy az iszonyatosan sok idős, főleg úgy, hogy ő angol, tehát, hogy ő brit, és otthon van a családja is, és emiatt nem is nagyon látja őket. És ugye emiatt döntött úgy, hogy ő akkor ezt nem szeretné tovább csinálni, és emiatt ugye majd a következő lépés az már egy picit talán elfogadhatóbb lesz számára. Tudjátok, mi jutott eszembe? Ez egy teljesen egy ilyen ide nem tartozó dolog, de hogy ez a Shane-nek a vendégszereplésébe. A Riddick, második Riddick filmben volt, amikor elment krematóriára, és ott a sok börtöntöltelék ott van, és mondja neki, hogy innen sose szabadul, és mondja, hogy én csak átutazóba vagyok. Tehát, hogy eljött ide a Walking Dead-es régi színészekhez, és akkor szegény börtöntöltelékek nem szabadulnak a sorozatból, ő meg csak átutazóba van. Mert neki azért, ő mehet vissza Punishert forgatni, meg bármilyen más fasz a filmet, vagy sorozatot. Én viszont hiányoltam minden, akár Carr-t, vagy Laurie-t. Hát Laurie, hát basszus, tényleg, tehát találkozik a Sasha-val később. Igen. De nem is ex-feleségével, a feleségével meg nem. Tehát ez, meg a Herschel. De a Herschel meg a fiat. Tehát, hogy... Jó, igen, az... Ő nyilván tényleg. Azért, mert úgy váltak el a színészek a projekttől, ahogy. Jó. És annyira nem akartak, gondolom, visszajönni még itt játszani, és Sasha meg azt mondta, hogy igen. De hát így is, hogy... De nem értem, hogy miért a Sasha lett az utolsó.
annyira... Gondolom ő vállalta el egyedül. Ő ért rá. Hát de Herschel simán lehetett volna az utolsó. Miért Sasha? Ja, de a Herschel is még egy tök jó, tényleg egy tök jó pillanat volt. Én bírtam is azt a fazont, ugye még ő a... Hol a negyedik évadban halt meg? Ott, izé, ott ölte meg a kormányzót a börtönnek a falán, hogyha jól emlékszem, vagy a kerítésnél. Negyedik, ötödik, valahogy úgy. Valahogy úgy volt. Tehát ugye az volt a vége. Akkor már csináltuk podcastet, azt tudom. Tehát hogy akkor volt Walking Dead-et kibeszélünk. És az is egy tök jó adalék volt. Csak tényleg inkább ilyen hiányérzeteim voltak nekem, hogy most tényleg, hogyha már meghalt a Ricknek a mindenkije, és tényleg már csak ez a fogadott családja van meg, tehát akik időközben verődtek hozzá, akkor azért ragaszkodjunk már még egy picit a kisfiamhoz, meg a feleségemhez. És igen, meg a Shane-es jelenet legvégén volt egy tök királyvágás, nem tudom, arra emlékeztek-e, hogy a hirtelen a Shane csak úgy ráordít, és aztán Rickot feleszmél, hogy az egy igazából egy zombi, és ilyen az arcában így, és az fú, az tök jó meg lett vágva. De ezt többször is megcsinálták amúgy, tehát hogy mindig, amikor rászóltak a Rickre, akkor mindig úgy magához tért, aha, és akkor mindig volt valamilyen izginek szánt valami. Nekem annyi volt ezzel az egész a problémám, hogy valahogy, mert ugye ezt a Nico Terror rendezte, és látszott is, tehát nekem valahogy ez olyan, megint olyan picit túl volt tolva, tehát hogy elszakadt megint a Walking Dead, picit földhöz ragadt, kicsit emberi vonaltól, és megint ilyen túlvilágú hülyeségekkel rakták tele, ezen nagyon bénak zöld háttérre, mert úristen, milyen green screenek voltak megint ebben az epizódban. Tehát, főleg a Herschelnél. Tehát az mennyek kapuja ott a háttérben, tehát ez van esélyed, de amikor a Shane-el is ültek az autóba, tehát hogy ott így látszott egy zöld háttér előtt ülnek, és akkor, hogy az ott utólag van a téve, borzasztó volt meg a végén, amikor ott a hullák között sétált ez a Jézus Mária, miért kell ilyeneket ilyen csinálni? Iskolai projektbe esetleg tényleg olyan szintű de volt. De annyi féleképpen, tehát hogyha már csak úgy csinálják meg, hogy berakják egy tök sötét szobába, szarul megvilágítva, és akkor közben a suttogásokat hallod, halálsikajokat, bármit, ugyanúgy, ugyanazt a hatás eléred, csak éppen az egy hangkeverőnek kell dolgozni, és kész, meg némi világítást kell oda csinálni, nem pedig CGI artistokat ráállítani, akik alapjáraton vagy nem tehetségesek, vagy nem fizették meg őket rendesen. Én inkább az utóbbira tippelnék, és emiatt ilyen felemás lesz, ilyen gagy, ilyen erőlködős az egész, és nekem az egész fél évadban ez a rész tetszett a legkevésbé talán. Nem tudom, kicsit olyan érzésem volt ezekkel a zöld hátterekkel, hogy igazából nem tudták elhívni ezeket a színészeket forgatásra, hogy ki kellett menniük hozzájuk, és nem tudom, a Herschelnek a színészét, aki a Scott Wilson-t, aki egyébként nem tudom, hallottátok, de hogy ő meghalt. El is hunyt pont most októberben, hogy őt is valahol az otthonába találták meg, a Sasha-t is valahol, nem tudom, a Discovery forgatásán fogták meg egy 5 percre a Shane-nek a színészét, meg szerintem csak annyi, hogy beültek mellé a kocsiba, és gyorsan egy pár jelenetet forgassunk már le, főnök. Hát tudom, mint a Carpool karaoke-nál, hogy így éppen a munkában megyek, hát jó, akkor gyertek, üljetek be, egy operatőr befél, és akkor gyorsan improvizálunk valami szöveget. Igen. Na hát aztán itt a Rick aztán fontosan megy a lóval itt még tovább, egyre rosszabb formában van, tehát nem tudom már hová tudták fokozni a szenvedését, és akkor az volt a nagy terve, hogy átsétál a hídon, és van egy olyan jelenet, hogy ledobja a lót a tábornál, és hát mindenféle zombi sereg ott közvetlen közelben, és hát mi történik? Megy a híd felé, és hirtelen előbukkan minden nevesített karakter, és megöli a zombikat. Na, de aztán ez is csak egy vízió volt. Ez is gagyi volt. Nem tudom, szerintem ez egy jó visszautalás volt az előző Walking Dead-re, tehát, hogy így csináltuk volna elmúlt évadban. Igen, most így fogjuk csinálni. Igen, ez olyan tipikusan Walking Dead hülyeség lett volna, és nagyon tetszett, hogy azt mondták, hogy na jó, ezt már nincs pofánk újra megcsinálni. Úgyhogy nem, vízió volt, és teljesen menthetetlen helyzetbe kerül, és hát úgy ér véget gyakorlatilag az egész, hogy átvezeti a hídon a zombi sereget, a híd az ugyebár elég instabil, és... Pont rajta hagyták a dinamitot. Igen, ja. Logikus.
Ja, és... Ez egy mindig Walking Dead, azért ne felejtsd el. Valaki ott lerakta. Ja, és furcsa módon a híd viszont kibírja őket. Ez is meglepett. De én is azt hittem, hogy pont az fog történni, amit mondtak. Ellenben itt tényleg megjelenik aztán a felmentő sereg, de a rossz oldalon. Ez elég szívás. De aztán, hát ahogy mondtad, ott volt a ilyen dinamita a hídon, és belelős. A videójátékokban nagyon szépen kihelyezve. Még jó, hogy benzines hordó nem volt. Egy piros benzines hordó. Ja. Az és utolsó hát... adag benzinjük, ami létezik, az egész világ. Ja, a deri a motorja ott. Ja, belelő és az egész híd felrobban, mint állat, és ami nagyon tetszett még ebben a robbanásban, hogy ezek a zombik ugyanúgy mentek tovább, és így égve így estek le, mint az hát ilyen. Egy kicsit olyan World War Z is voltam. Ja, igen, de jól nézett ki. Kivételesen minőség ilyen meg volt azért csinálva szerintem. Igen. És sorozatos ja. mércével azért... Meg a Walking Deadhez képest ez jó, csodás volt. Emlékezz, még Bambira emlékeztek, nem? De hát, hogy... Sajnos emlékszem. Hát, a borítóképnek raktam be két évvel ezelőtti kibeszélünkre. Úristen. Ja. Úgyhogy ugyanakkor meglátja ezt a robbanást a kedvenc Jediszünk, aki hirtelen azt gondolja, hogy hú, hát ez egy nagy, tökéletes pillanat, hogy felhívja a helikopter ismerőseit, és felajánlja Ricket, mint B opció, ugye? Vagy igen, A, B opciónak. B opció. Jönni. Ja, és hát kimenekítik a Ricket. Tehát hivatalosan nem halt meg, csak kiszállt a sorozatból. Hát mindenki azt hiszi, hogy meghalt. És hát ahogy már mondta, itt lesz valami film. Három tévéfilmet akarnak készíteni. Igen, és arra van szerződése, tehát igen. Valószínűleg nem utoljára láttuk ezt a szerencsétlent. Nem, tehát itt az lesz szóval, hogy elviszik, és akkor itt valószínűleg a Jedi-szel itt be fognak mutatni nekünk valami új közösséget. Itt helyileg ezt nem tudjuk, hogy hova fognak menni, ez a képregényekben nem nagyon szerepelt egyáltalán, legalábbis amennyire én tudom. Három tévéfilmre írt alá, tehát az Andrew Lincoln ezekben mind szerepelni fog, és azt mondták, hogy tágítani akarják a világot, tehát itt akár más kontinensekre is elnézünk, akár Angliába, űrbe. Hát az majd a Walking and Furious 7. rész lesz, vagy nem tudom, vagy Dead and Furious, vagy nem tudom micsoda, és majd abban, de jelenlegi információk szerint más tájegységeket akarnak bejárni, tehát itt akár valami sivatagos tényleg, vagy Európát, Afrikát, Ázsiát, ilyesmi területeket akarnak, vagy Dél-Amerikát például feltérképezni, de erről még jelenleg nincs infók, és nyilván az Andrew Lincoln meg azért vállalta ezt így el, mert egy ilyen filmnek a forgatás, ez kb. 2 hónap maximum, tehát hogy kb. Fele annyi, harmad annyi, mint amennyit egy évaddal el kell töltenie, és akkor még talán színészileg tud érvényesülni más produkciókban is, akár színházban, akár filmekben, akár, hát nem hiszem, hogy másik sorozatot mondjuk vállalna, de hogy így talán elfogadhatóbb lenne. Én csak azért félek ettől az egésztől, mert hogy valamiért félek ettől, hogy ezt is a Nicotero fogja rendezni. Tehát, hogy megint a balfasz művészkedéssel lesz elrontva az egész, és nekem ez nagyon nem hiányzik. Pedig akár érdekes is lehet, és akkor itt majd tényleg az lesz, hogy a Walking Dead most már nem csak filmbarátok express fog kapni, hanem rendes filmbarátokba is be fog gyűrűzni. Ja. Egyébként most egy picit előreugrok, csak annyival, hogy ugye most eltűnik Rick, és 6 évvel később folytatódik a sorozat, hogy engem csak azért érdekelnek ezek a filmek, hogy a francba nem jutott vissza a családjához 6 év alatt. Hát igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy hova lesz meg, mint lesz. Ez olyan volt, mint a Zöld Díjászban, ugye, hogy 5 évet volt a szigeten az Oliver Queen, és akkor, hogy úristen, hát mi történt? Addig aztán a 4. évadban kiderült, hogy ő már járt akkor otthon, csak utána visszavitték mégis. Tehát mindegy, Freddy nem érti, de aki részt a sorozatot. Mindegy, abban volt ilyen baromság, hogy belevertek, de ő már járt otthon, de aztán mégse. És így lehet, hogy ez lesz, hogy majd a harmadik filmben így az lesz, hogy távcsővel majd kukolja a kislányát, nem tudom. Hogy mint az új szökés évadban ott volt ez, hogy... Ja, igen. Hogy a Michael az eltűnt, és kukkolta, meg hagyta ezeket a hattyúkat ott. Ja. Az is megérne egy kibeszélőt, ami ott történik. Én nem akarok beszélni. Fú, óriási. Tehát én már is felejtettem. Trash.
Ja, ami még történt ebben a részben, hogy a Maggie aztán odaér a Negan cellájához, és a Michonne ott kidobó embert játszik, hogy ide nem jössz be, de aztán szépen megbeszélik, és a Maggie-nek az érvelése valahogy meggyőzőbb volt, úgyhogy Michonne is belátja, hogy na jó, itt a kulcs, és hát ilyeneket mondja, hogy te mit csinálnál a helyemben, meg ilyenek, és hát erre a Michonne nem olyan tudod mit mondani, és hát aztán ott volt a Maggie közvetlen a Negan előtt, és a Negan azért elég aljasan provokálja. Uh-huh. Nem tudom, emlékeztek arra, ott a Glenn holttestét gúnyolta meg, hogy hogy kipattant a szeme, meg ilyenek, hogy azt a rohadt, ez nem teljesen százas ez az ember. És aztán hát a Maggie aztán kinyitja a celláját, és ez volt az a pillanat, hogy azt hittem, hogy a Negan itt most hülyét játszott, és aztán most megragadja az alkalmat, és leüti, és elmenekül. De nem, hanem elkezd vinnyogni, hogy me akar halni, és vessen végét ennek az egésznek, a feleségével akar lenni, és a Maggie azt látja, hogy basszus, ennél, ha őt megöli, tényleg csak szívességet tesznék. Úgy, hát az irgalom lenne a halál. Igen. Úgyhogy szépen visszarakja a cellába, hogy ott rohadjon meg. És ez egy tök érdekes húzás volt megint csak, hogy megint csak az élet az egy nagyobb büntetés a Negan számára, mint azt, hogy meghal. Pedig ugye tényleg az évad elején ugye láttuk, hogy a legradikálisabb dolog, amit a Maggie megtehetett a Gregoryval, hogy megöli. Tehát, hogy ugye felakasztották. És akkor itt pedig ugye a Negannél pedig rámutattak arra is, hogy ugye mindenkinek más jelenti más jelenti a poklot. És a Negannél ez tényleg rohadt nagy kitalás, mert egyrészt ugye ez nagyon szar a személyes szabadság elvonása, tehát ugye erről nagyon komoly pszichológiai tanulmányok vannak, meg tényleg rengeteg film foglalkozott ezzel, hogy az embernek elvonni a szabadságát, és az, hogy bármikor oda menjél, ahova akarjál, ez egy ordas nagy büntetés, és nagyon sokan nagyon nehezen viselik. Főleg így, hogyha a Negan még mellé egy nagyon nagyon komoly traumával is be van társítva. Tehát pontosan az, hogy még ha akarna, se tudna meghalni. Tehát, hogy mi, amikor már a haláltól való jogodat is elveszik tőled. Ja. Ez borzasztó. Jó. Jó. És még ennek a résznek a végén ugrunk már az időben is? Így van. A legvégén jön egy ilyen kisebb mindfuck, hogy hirtelen éles váltás, és megjelenik egy számunkra tök ismeretlen kis társaság, akiket bekerítenek zombik, és megjelenik egy satsz, nem tudom én, ilyen 9 éves kis csaj, aki megmenti őket, és aztán kiderül, hogy ez a Judith. És akkor így nézünk, hogy oho, na, hát reboot a rebootban, úgyhogy még egy sokkal nagyobbat ugrunk, mint itt már az első résznél, és hát mindenki öregedett elég rendesen. Hát igazából annyi öregedett, hát mindenkinek egy kicsit más lett a frizurája. Hát jó, a Daryl az ugyanúgy lett egy kutyája. Hát ja, tehát neki a kutyája nő, nem a haja. Itt ilyen radikális módszereket még kócosabb lett. Ó, még szegény, hova lesz már ennél kócosabb? De ja. Úgyhogy itt aztán a hatodik részben teljesen új emberek jelennek meg, ahogy mondtam, itt megjelenik egy új társaság, ahol van egy néma nő, van egy ilyen kövér fazon, akit a Fanboysból ismertem. Vagy mások a legendás állatokból, a Kowalski-ként. Nem, azt már... Aki még emlékszik rá. Nem is próbáltam rossz kitörölni. Tényleg itt nem volt vele probléma. Abban a filmben se, de itt se volt szerintem semmi baj vele. Olyan jó, Sirén, hogy te itt vagy, és végre mi vagyunk többségben, akik gyűlölik azt a filmet. Az első rész csak. Miért, a második tetszett neked? A második az nem volt annyira rossz. Te megnézted a másodikat? Ebből a filmsorozatból lesz majd egy olyan vágat, mint a Hobbitból ilyen fanvágat, amiből kivágnak minden hülyeséget, az összes ilyen fantasztik hülyeséget, és lesz egy 2 órás film belőle, ami az eredeti, a lényeges sztoriról fog szólni, és ez egy jó film lesz. Hát most nagyon csalódtam benne. Hú, de radikális itt valami. Ja, szóval én a Fanboysból ismertem a srácot, és
hát ott Judith gyakorlatilag kihisztizi, hogy elmehessen velük a városba, és hát mindenki elég szkeptikus, főleg Mission, hogy idegeneket már nem akarunk fölvenni, nem tudjuk kik ezek, stb. Hát, kicsit átvette a Rick szerepét. Igazából és... a régi köröket futjuk megint, tehát ezt már eljátszottuk egyben, hogy akkor most felveszünk mindenkit, most akkor nem veszünk fel senkit, és akkor így ez nekem annyira nem tetszett, hogy most ez nem egy alamentálás. Viszont legalább mutattak új demokratikus intézményeket. Tehát, hogy most igen. már van ilyen konkrét városi tanácsuk, ahol összejönnek, és akkor szavaznak arra, hogy akkor ki hogy jöhet. Egyébként ez tök érdekes, hogy mind a három community más struktúrára rendezkedett be. Hogy ugye Alexandriának ott van ez a tanácsa, a Hilltop megválasztotta az elnökét, a királyságban meg hát... Ez királyság. Király van. Jó. Tehát ott tényleg ugye, hát valószínűleg ilyen örökletes, hát ugye még nem tartunk ott, hogy majd a trónöröklés vagy a hatalom átruházás hogyan fog zajlani, de az alapok ott vannak. És ugye ott, hát ott egy elfogadott monarchia van. Tehát itt pedig azért itt demokráciát nyomatnak mind a kettőben. Hát csak az egyiknél ugye tényleg rendes köztársaság van, míg a másiknál pedig ugye egy... ott pedig ugye egy személynek a kezében központosul a hatalom, mondjuk ugye itt Megi. Vagy nem, itt már nem is Megi, hanem Jézus. Igen. Ja, mit szóltok ez az új társasághoz? Szerintem tök jól beilleszkednek. Az új karakterek? Aha. Nekem tetszettek, kifejezetten. Nekem így a Walking Dead új karakterek között ő talán eddig a legérdekesebb. Nem is tudom, hogy mióta, mert így, így próbálok visszaemlékezni, hogy volt ugye ez a Siddiq, ugye az orvos fazon, Jézus, meg a többi, tehát ezek itt nekem egyik se, meg az Oceanside-i arcok, akkor a Sanctuary is, de egyik sem volt nekem túlzottan. Az a legjobb esetben is elment kategória volt. Ezek viszont érdekelnek. Igen. Valahogy, tehát hogy jutott nekik valami karakter, nem csak igen. az, hogy jó, akkor most ők az Amazonok, jó, akkor most ők a, nem tudom, ilyen egyszavas valami, hanem hogy így jutott nekik valami. Azért vannak értelmes emberek közöttük, van érdekesség benne, tehát például süketen a zombi apokalipszis túljelni, azt hiszem, egy baromi érdekes dolog, hogy nem hallod azt, hogyha jönnek feléd a zombik. Azért az egy elég komoly handicap. Jó. Hát meg a sittes csaj is, tehát hogy ugye itt megint egy olyan kérdés merült fel, hogy ilyen rehabilitációban hiszünk-e, hogyha most valaki elkövet egy bűnt, akkor nyilván börtönbe kerül, leüli a büntetését, és utána kész. Viszont ugye még a mai napig, a mai társadalomban is van ilyen, hogy aki egyszer börtönben volt, akkor azt utána ugye le kell nézni, azt utána ki kell vetni, mert hogy ő egy bűnöző. De ugye itt elvileg ugye a rehabilitációról kéne ennek szólnia, tehát hogyha megbűnhődsz azokért, amiket elkövettél, akkor utána ne vonjanak érte felelősségre. És itt az Oscart elő fogom venni, Kevin Hart is már elvileg elnézést kért azért, hogy régen volt egy pár homofób vicce, és ehhez képest mégis arra akarták kötelezni, hogy ő kérjen még egyszer elnézést érte, és ő azt mondta, hogy nem, mert ő már bocsánatot kért érte 2015-ben. Tehát akkor mi értelme van? És még egyszer bocsánatot kért utána egyébként. De és utána pedig mondta, hogy de nem megy le érte kutyába, tehát hogy inkább visszadobta az egészet. És ugye tényleg akkor mi értelme van annak, hogy megbűnhődsz érte, hogy bocsánatot kér, stb., hogyha nincsen hatása. Tehát akkor hogy akarunk hinni a változásban, hogyha az általunk változást kiváltó intézményekben sem hiszünk. Hát itt igazából kicsit attól féltem, hogy beleesik a Walking Dead, és még beleeshet a korábbi ilyen túlmisztifikálás, túlságosan elnyújtott dologba, hogy elvéletileg itt a Missionéknak a viselkedése mögött van itt valami nagyon nagy dolog, ami történt az egész banda között, miután Rick ugye eltűnt, meg hát ugye meghalt az ő szemszögükből, és hogy nem beszélnek róla, meg vágásnyomok vannak több karakteren is ugyanott, tehát itt valami történt, ami miatt itt mindenki így bezárkózott, és majd valamikor egyszer megtudjuk, de hát ja, mondom, attól félek, hogy ezt így túl fogják misztifikálni, és el fogják húzni túlságosan sokáig, amikor már nem is lesz érdekes, mert már rég túl vagyunk azon, hogy miért nem fogadták be ezeket elsőre például. Igen, hát aztán van egy ilyen, hát ők vallatásnak igazából lehet annak nevezni, és hát ott vannak ilyen kisebb ellentétek, hogy nem igazán tetszett nekik, ha elvették a fegyvereiket, ami valahol érthető is,
illetve a... Hát kicsit olyan, a Michonne az elég ellenséges velük, és a Judith aztán hát fontosan harcol, hogy hát hogy bízzuk meg bennük, meg ezek jó emberek, meg hát kicsit a Kyle szerepét vette át, és amikor az újoncok ezt megelégelik és elmennének, akkor a Michonne meggondolja magát, és egy olyan rendkívül nagylelkű ajánlatot dob be oda, hogy hát náluk nem maradhatnak, de azért menjenek Hilltopba. Ez legyen az ő bajuk. Tehát ez nem tudom, hogy ez mennyire volt elegáns, de elmegy aztán velük Hilltop felé. Jó, úgyhogy az ő száluk az még folytatódnak a további részekben. És mi volt még ebben a részben? Gabriel, a csődör. A Gabriel, így van. Hát egyre nagyobb kalapokat kap. Igen, és egyre csak hízik. Hát most már eltelt 6 év, tehát egy idő alatt már meg lehet hízni. Jó, de hát... Te vagy a dietetikusa, vagy nem tudom. És hát minőségi cserét csinált, mert hát ott hagyta Jerry-t, a Jerry-t hagyta őt ott. Hát szerintem ott kölcsönösen mondták, hogy ennek nincs jövője. Helyette váratlanul Rossitával smúzoltak ott, és első gondolatom, hogy mi az Isten ez? Tehát tényleg? Nem tudom. Ez, tehát biztos, ez... hogy ennek a Gabrielnek jó nagy hite van. Tehát, biztos, hogy ez vonzza annyira, nem tudom, hogy mi miatt történt ez hirtelen. De ez a Rossit, ez így, mert nincs magasan a léc. Tehát előtt az Abraham, most a Gabriel, tehát ez nyilván kevés ember van, kevés használható férfi van már, akár ki van még ott a Eugene? Ő nagyon szeretné. Hát ő nagyon szeretné, persze. Ja. De hát nem hiszem, hogy nagyon rá fog mozdulni, hát az előző évadban lehányta. Emlékeztek? Ja, igen. Ja, tényleg, és mondjuk a lányok között van egy ilyen kis apró törvény, hogyha a férfi lehány, én utána nem csinálok vele semmit. Ez így van. Amúgy. Lehetünk. Jó, hát az történik még, hogy ugyebár a 5. részben láthatunk egy ilyen szakállas ex-megmentőt, és ő úgymond egy új bandát hozott itt létre, és itt a 6. részben aztán újra összefut a Carol-lel, aki ezzel a kis ráccal most ment el a... Vitte föl, hogy betanuljon ő is Kovácsnak. Kovácsnak, igen, így van. Hogy ilyen, hát adoptált ezt a Henry, így van, Henrynek hívták, és hát kocsikáznak szépen, hogy megtanulja a Kovács mesterséget Hilltopban, és hát rajtuk üt ez az ex-megmentő. És hát engem egyrészt meglepett, hogy ennyi év után is még ott a környéken ólálkodnak ezek. Tehát... Kicsit mű volt. Kicsit igen. Olyan érzésem, hogy ez csak azért volt ott, hogy lezárják ezt is úgy, hogy nem csak így eltűntek a képernyőről. Mert hát ugye az előző év, vagy előző év, tehát az ugrás, az időugrás előtt ugye ott hagytuk abba, hogy ott elkezdtek lövöldözni össze-vissza a hídnál, de arról igazából utána nem is láttunk semmit, hogy ott mi lett a konklúzió, mert utána már jött Rick a zombi hadsereggel, és ott robbantott meg, mit tudom én. Tehát, hogy igazából ezek a szévjörök, ezek csak így elvesztek így a nagyvilágba, és szerintem tényleg csak azért hozták őket vissza, hogy lezárják azt is, hogy nem bujkálnak a sehol a izé susnyásba, meg nem fog előugrani valamelyik bokorból majd 3 év múlva. Ezek itt vannak, és hát akkor már egy kis erődemonstrációt Karol részéről nyomassunk már. Ja, olyan régen gyújtogatott már embereket. Nem? Igazából ugye ezt el is mondták megint csak ennél a párbeszédnél, hogy a Sanctuary az elesett. Tehát nem tudjuk, hogy mikor az elmúlt 6 évben történt valami. Mm-hmm. Nem közvetlenül a Rick halála / eltűnése után, vagy nem közvetlenül azt követően, hanem valamikor az elmúlt 6 évben történt ott valami, ami miatt a Sanctuary ez eltűnt, és azt hitték, hogy akkor az emberek szétszélettek, és igazából itt így próbáltak túlélni ilyen kisebb csoportban, mennyien voltak 10-15-en maximum, tehát nem voltak amúgy sokan szerintem, lehet így is sokat mondtam. És akkor itt futottak ugye beléjük, ugye a
Ugye egy visszautaltak erre, amúgy szerint egy kb. Jó pofa módon, hogy ugye a Carol annó elengedte őket, ugye volt az a balhé, amikor fegyvert fogtak egymásra, de hogy végül is ugye megúzták halál nélkül. Uh-huh. És erre itt visszautaltak, de aztán utána láttuk, hogy hát Carol az nem lett azért így, hát kevésbé pszichopata az elmúlt hat évben, mert elvették a jegygyűrűjét, és utána visszament, és mikor még a harmadik évadban volt az, hogy egy náthás embereket gyújtogatott? Most már az is elég volt, hogy elvegyék a karika gyűrűjét. Hát ott sok mindent elvettek tőlük, ja, de aztán hát éjjel szépen visszament, és rájuk gyújtotta a házad. De most ez a jóságos földanya jelen megjelenésével, ez a hosszú, fehér ja. hajával, meg ezzel a hippi ruhájával. Fűzanyó. De igen, tényleg oda így belibek közé, és akkor szervusztok, gyermekeim, most meghaltak, becs. Igen. Jó, az amúgy menő volt, az tetszett nagyon. Hát igen, ebből a fazomból aztán nem lett egy Negan 2, mert szépen megpörkölték. Ja, úgyhogy hát ő most ezzel a Henryvel egy ilyen új duót alkot majd, ez a Henry lesz az új Morgan, aki ilyen bottal hadonászik állandóan, meg ilyenek. Ja. Hát meg összefutnak Daryl-lel, igen, kerülék összefutnak a, hát az ilyen szakadár Daryl-lel, aki az erdőbe költözött, és már nem akar az egész közösséggel igazából találkozni. Ő a helyi Obi-Wan. Igen. Hát lett egy kutyája, és ilyen önfenntartó lett. Ja, igazából per pillanat ennyi történt ebben. De vele mit is mondtak, hogy még Ricket kereste még mindig talán? Tehát, hogy a holttestét próbálta ugye megtalálni, azt egy hát kitragadt, mert rájött, hogy igazából ott akkor senki nem szól rá, énekel tusolás közben, senki nem fog emiatt leszólni, maximum a kutya. Jó. Az is érdekel, hogy honnan szerzett kutyát. Ja igen, és kutya a neve, tehát így nem... Annyira Daryl. Még jó, hogy nem Mör lett a kutya vagy valami. De egyébként szerintem tök jó, hogy a Rick halála, jó idézőjelben halála után lépték meg, hogy ekkorát ugrottak, mert így megsporoltuk azt, hogy részeken keresztül csak a csodálatos Rick Grimes csirassák és... ja, istenkém, hogy mi lesz most, meg stb. Hanem ezt az egészet félig meddig megspóroltuk. A Daryl, az ugyebár, ahogy mondtad, az még ott próbálgatta megkeresni, meg stb. Mert a hulla az nem került elő, tehát ez ad nekik egy kis reményt. De, hogy de igazából felrobbant előtte valami, hát lehet, hogy szétpolgott hát, a francba szegény. Jó, hát... jó. Darylnek mondhatod. De jó, szóval ez nekem nagyon szimpatikus volt, ez a nagyon kemény, de koncepcióban tök átgondolt vágás, és ez szerintem mindenkinek jót tett, hogy ugyebár jönnek az új főgenyák, ezek a suttogók, amikről mindjárt beszélünk, és hogy ezek nem az van, hogy rögtön az előző konfliktus után jelennek meg közvetlen, hanem itt volt jó pár év nyugi náluk, úgyhogy ez szerintem egy nagyon, hát ha lehet mondani erre a világra, hogy elég autentikusan lezajlott, hogy nem csak izgalom hátán. Úgyhogy ez szerintem tök jó volt. Uh-huh. Ez így van, meg még ebben a részben mutatták meg, hogy egy Negan felcsapott tanárbácsinak. Ja, igen, a Judith-tal ablakon keresztül bratyisztak egymással. Az is, az tök jó jelent volt, ez nekem nagyon tetszett. De ez ilyen tipikusan egyébként, hogy a börtön törtelékkel a gyerek találja meg így a hangot, jó. Annak kicsit így az emberségét kihozza. Tehát ez így egyébként teljesen pozitív volt, meg hát találkoztunk a izével. A Rikinek a másik gyerekével. Vagy ja, igen. Ja, az igen. Egyetlen gyerekével, hogy jobban belegondolunk, de igen. Egyetlen élő gyerekével. Élő gyerekével. Szegénynek. Hát igen, a Missionnak hirtelen lett egy hát, nem hát kitalálták ugye az ötödik részben, vagy a negyedik részben a Baba projektet, és hát így ja. Erik a szuperspermát bevetette aztán. Így van. Kész van. Igen, hát ott van egy ilyen Ausztrália című filmből, nem tudom, láttátok ezt a szörnyű filmet a Hugh Jackman-nel. Igen, ott van a gyerek, amit ilyen teljes kávénak neveztek el, mert egy fekete és egy fehér szülőnek, úgyhogy ez is egy ilyen teljes kávé gyerek volt. És először néztem, hogy te figyelj már, jól láttam én, hogy ott volt még egy gyerek, mert kicsit olyan nem volt túl direkten mutatva, de aztán később is mutatták, hogy Banyek tényleg van egy másik gyerek ott.
Úgyhogy ez kicsit meglepett. Miután megmutatták, hogy Michonne egy picit bolond és magába beszél Rickkel, a halott Rickkel. Igen. Ja, igen. Ja, arra én is meg voltam győző. És most jöttem rá, hogy várja, akkor lehet, hogy gyerekhez beszélt. Ja. Oh, wow. Nem hiszem. Milyen átgondolt ez? És hát a rész végén, gyerekek, jön a nagy, a rész, vagy nem, az egész fél évadnak a legnagyobb what the fuck jelenete, hogy hát a mostanra ilyen indián Eugene-nál változott hát Eugene és a Rosita így portyáznak, és csapdába kerülnek, és hát bekerik magukat sárral, mert hát látták a Predatornál, hogy ez jól működik, és elbújnak az árok mentén. Most kevés méretkes amúgy, mint a béllel való bekenés. Igen, hát meg az kéznél volt, és elfutnak a zombik elől, elbújnak ott, bekenik magukat, meg minden, és a zombik elmennek mellettük, és beszélnek, hogy hol vannak, meg kell találni őket. És így néztem, mondom, mi az Isten ez, de tényleg 9. évadra bevezetik az intelligens zombikat, és hát szerencsére azért, mint később kiderült, nem erről van szó, hanem hát igazából aki ezt hallgatja, úgyis tudja, hogy spoileresek vagyunk, úgyhogy itt ezek a suttogók vannak, akik nem teljesen tiszta számomra, hogy hányan vannak. Nem sokan. Én is amúgy csak, én nekem eddig tart a képregényes tudásom, én addig olvastam, hogy ők először felbukkantak. Uh-huh. Tehát, hogy nem tudom, volt egy ilyen kis sztori, vagy ez volt az utolsó sztori abban a képregényben, hogy itt istálóban megtámadtak pár túlélőt, ilyen beszélő zombik, és én ott hagytam abba. Tehát, hogy én eddig tudom, nem tudom, hogy most mennyien vannak, vagy hogy vannak, és már láttam ilyen casting hírt, hogy a Sons of Anarchy-ből az OP lesz az egyik ilyen suttogó tag, talán, de nem tudom, hogy ezek most hogy élnek, hol élnek, meg mint miképpen tudnak funkcionálni. Uh-huh. Jó, tehát úgy kell elképzelni, hogy egy pár, mit tudom én, legyen egy tucat ember, ilyen zombi bőrt húznak magukra, és egy ilyen zombi testőrséget hordoznak maguk körül, akik ugyebár azt hiszik, csordát, hogy ők is... Vagy falkát. Igen, tehát ők is azt hiszik, hogy ők zombik, és akkor így tudják irányítani a tömeget. Ők nem igazán értettem, hogy ez mitől lehet, hogy tudják irányítani, hogy erre később majd rá fognak világítani, vagy meg lesz mutatva. De így elsőre kicsit olyan érdekes volt, hogy oké, hogy működik, hogy a zombik nem támadnak rád, de hogy miért követnék az utasításokat, vagy miért mennének arra, merre mondják. Hát ez így nem meg... jött lehet. Meg számomra még teljesen értetetlen ennek a lényege, mert ez tök jó a védelem a zombik ellen, de az emberek ellen ez egy nagy szívás, mert távolról teljesen, hogy mondjam, ha ember lennél, lehet, hogy nem lőne le azonnal valaki, míg egy zombi jelmezben ez simán megtörténhet, illetve hát azért egész nap nem tudnak velük csoszogni. Ezt akartam kérdezni, hogy élnek egyébként? Tehát, hogy mikor mennek el WC-re, vagy enni, vagy aludni? Igen. Hát türelmesek. Hát de ha őket követi a normál zombi, és ők elmennek, hogy lejárt a műszak, elmegyünk aludni valahová, akkor azok is követik őket, vagy mi, vagy elfutnak, vagy nem tudom, tehát... Hát szerintem ott van valamilyen checkpoint rendszer, vagy valami zsilip, amivel ezt megoldják, tehát nem tudom, valami szűk járaton ott átmennek, ahol a zombik nem tudnak átmenni, ajtóval leválasztják, tehát itt én bármit el tudok képzelni. Most az meg, hogy hogyan terelik, hát szerintem úgy, mint hogy a birkákat is terelik a pásztorok, hogy mit tudom, így ketten így kint mennek a szélen, és akkor így elindulnak egy másik irányba, és a csordaszellem az meg ugye viszi tovább a zombikat, tehát hogy ezek így össze szoktak verődni. És lehet, hogy van ennek valami technikája, hogy bírják ezeket. Tudni, hogy kapnak egy saját részt majd. És, hát, és erre kíváncsi is vagyok. Hogy hogyan adják meg. Valahol olvastam, hogy beszélő zombiknak néva walkie-talkie. Jó. Jó, úgyhogy hát ők később jönnek, aztán még kép. A 7. részre megyünk akkor, ahol hát igazából láthatjuk, hogy a Daryl ezzel a kutyával lóg, láthatjuk, hogy hol van a kis tábora, ilyen nagyon nomád életmódot folytat.
és hát a Carrie vissza akarja aztán csábítani Daryl-t a közösségbe, de ő nem nagyon akar ilyennel foglalkozni. De hát a rész végén aztán csak átjött velük Hilltopba, és hát ez a Henry aztán a kovácsmesterséget elkezdi ott eltanulni. Ja, úgyhogy ilyen izgalmas dolgok voltak. Ja, igen, ja. Szegény. Az ebben a részben van? Ebben a részben ebből? Volt. Ja, az, na, az is egy elég szar jelenet volt, mondjuk. Ez a tini dráma, ez nem kell a Walking Deadbe. Igen, hát megjelent ott Hilltopban ez a Morgan Junior, és hirtelen ott van egy ilyen kis fiatal társaság, aki rögtön, ahogy meglátja, ilyen hülye dologra ráveszi, hogy ott menjenek ki, lúgjanak ki, mert hát ez milyen jó poén. Ez egy nagyon hülye, erőltetett forgatókönyvszagú jelenet volt. Ez így van, ez nekem se tetszett. Ja. De viszont a másik, ugye itt volt az a parkolós, amit ki is emeltél, annak, ugye, hogy a legendás állatok a sarc, hogy kinyitotta a két ajtót, és akkor azzal állította meg a zombikat, hogy ne jöjjön fel. Ja, igen. Volt néhány ilyen húzás a sorozatban, de ez például kifejezetten megmaradt nekem is. Igen. Tehát ott haladnak Hilltop felé, és akkor rájuk támad egy horda, és ahogy mondtad, ez egy olyan egyszerű fegyver, hogy halom ilyen roncs autó van, és ott futnak mögött, vagy ott futnak, és ott mögöttük a csomó zombi, és kinyit két autónak az ajtaját, és azok így ilyen tökéletes ilyen kis zsilipet alkottak, és egy ilyen egyszerű trükkel így fel tudják tartóztatni őket, mert azok nyomhatják az ajtó, az nem fog behajlani. Úgyhogy az tök jó jelenet volt, ja. Meg a Mission, hogy is volt, hogy ilyen 1725-ös ilyen Stradivári hegedőjét aztán ketté vágja. Ja, igen. A Mission. Mert ő egy ilyen zenetanár, ha minden igaz, ez a duci újonc. Ja. Ja, hát ezek aztán haladnak Hilltop felé, és mi történt itt még? Közben nézem. Ja igen, Jézus lett a főnök Hilltopban, mert megint elfelejtettük. Megbízta őt, és ja, ő valahová eltűnt. Hát neki az utolsó jelte az volt, ugye, hogy a Negan-nek ugye megkegyelmezett, és egymást néztek a Missionnal, aztán utána ennyi volt, mert amúgy a Lauren Cohennek is ennyi volt a sorozat. Tehát ő ugye egy másik sorozatban kapott ő főszerepet, és akkor azt mondták, hogy majd még visszajöhet később, ezért nem fogják megölni a karakter, csak pihenőre teszik. És ezt olyan idétlen módon oldották meg, hogy én nekem csak az utolsó résznél tűnt fel, hogy várja, hol a Maggie? Tehát, hogy miért, hova lett? És így mondják, hogy hát elment valahova a gyerekkel, a Herschel-el. Tehát így nem is értem, hogy a Herschel az meghalt, mert tök régen azt elejtve, hogy várja, az a fia. Igen, és, a gyerek. Hogy azzal mentek el, hát mint valószínűleg akkor a fia, de hogy mert nem sokat foglalkoztak amúgy vele a 6 évvel ezelőtti időszakban sem, de hogy hogy egyszerűen továbbált, és kész. Tehát ez annyira ügyetlen volt szerintem, meg annyira béna. Uh-huh. Nem tudom, hogy teljesen olyan érzés volt, hogy ők nem számítanának arra, hogy őt nem fogják tudni visszahozni. Mm. Tehát, hogyha az benne, vagy hát nem tudom, hogy ez csak a színésznővel szemben ennyire ellenérzés, hogy még filmre se íratták alá, vagy nem akart aláírni, vagy hogy miért tették ezt a karakterébe, mert azért sok-sok, hát az egyik legrégebbi szereplő volt gyakorlatilag Carol mellett, talán Daryl mellett. Ja. Igen. És hogy csak így egyszerűen csak eltűnik. Nem tudom, az... Hát, nyilván meg lehet érteni, hogy a forgatás így van, meg a filmkészítés, sorozatkészítésben van egy ilyen dolog, hogy történik valami, de akkor is úgy, nem tudom, tiszteletlennek érzem a karakterrel szemben. Ne, vissza fog jönni. Hát biztos vissza fog, csak ez, ahogy most így elhanyagolták, ez még a régi Walking Dead időket idézte megint csak, hogy akkor most már nincs rá szükség, úgyhogy csá! Hát ott menedzsment csere van, a Jézus aztán a főnök, aki annyira nem boldog ezzel a szerepkörrel. Ezt a színés elég... sem. Igen, ezt elég gyakran hangoztatja a karakter. Meg mi történt? Ja igen,
aztán a kutyáját kereső Derilt is körbe kerítik aztán a zombik ott a táboránál. Ez még azelőtt van, hogy Hilltopba ment volna, és aztán a Botos Henry megmenti őt. Ja, úgyhogy valószínűleg itt jelezték, hogy ez a Henry, ez később még azért fontosabb karakter lesz, hogyha már ilyen dolgokat csinál, de ja, úgyhogy ez a rész az annyira nem volt túl izgalmas. Ebben azért volt egy kicsi olyan érzés, hogy előre hozta, tehát hogy fölépítette azt, amit a 8. részre akartak csinálni, és ebben a szempontból szerintem elmegy az, hogyha egy évadban vagy egyszer-kétszer van egy-egy ilyen rész, mert ha belegondolok, akkor az előző évadokban akkor egy ilyen fölépítésre elment 3-4 is, itt meg most lezavarták egy alatt. Igen. És akkor igazából egész sok minden történt. Nekem egyébként az az érdekes, hogy ezt a szerencsétlen Tarát, akit az előző évadokban szerintem ki se lehetett állni, mert idegesítő volt, most egy teljesen pozitív karakternek élek meg. Tehát, hogy az, hogy ő néz ki most itt a következő vezetőnek, nem azt jelenti, hogy Jézus Istenem, Tara lesz a vezető, akkor ott mi lesz, hanem hogy ja, simán, hát tökre nyomatja a csaj. Mondjuk túl sok szerepet nem kap. Szerintem én egyszer nem írtam le nevét ebben a hat oldalba. Ja. Hát, hogy Jézussal ott dumálgatott meg mindent, tehát hogy nem tudom, mint hogyha gerincet növesztett volna, vagy nem tudom. Hát meglátjuk. Jó. Mást írtatok esetleg, vagy menjünk az utolsó részre? Hát fél évad záró szerintem. Jó, akkor fél évad záróra menjünk. Én itt azt írtam, hogy a Gabriel látogatja most meg Negant, aki ezek szerint ebből rendszert csinált, és áldan látogatja. Hát őt is és... fel akarja szedni. Negan viszont fontosan szivatja a Rozitával, hogy na nézd csak, Gabrielké meg, stb. Aki ezt nem viseli túl jól, és hát igen, a Negan azért tud heccelni rendesen, ezt be kell látni. Ja, és aztán a Michonne-ék aztán végre elérik Hilltopot az új csapattal, és elég zabosak a Michonne-ra valamiért, és valami ilyen vásárt neveznek itt állandóan a nevén, hogy lesz valami vásár, és tudjátok, hogy mi a fene ez? Mert én annyira nem tudom ezt elképzelni, hogy ez most ez a Hilltop királyság, meg az Alexandria az most ilyen nem tudom, cserekereskedelmi expót tart, vagy... Hát szerintem igen, tehát hogy tudod, mint a város szélén, vagy ilyen kisebb vidéki városoknak a szélén, ugye szokott lenni ilyen vásár, és akkor kiviszi mindenki egy kis portékáját, és akkor ki mit ad érte, egy tyúkot, két tojást, vagy nem tudom. Ja, jó, de ezt nem lehet... Készült óvszer, tehát hogy bármit. Hát ezt nem lehet évközben, amikor igény van erre, vagy én? Nem tudom, nekem az jött le be az egész, amit mondtam az elején, hogy történt valami nagy érvágás, és így szétszakadtak ezek a táborok. Nem beszélnek róla, nem beszélgetnek annyira egymással. Nekem az jött le egyébként, hogy itt a nagyon nem is zajlik olyan nagy cserekereskedelem, tehát így nagyon minimum. És ezért fontos ez a vásár, amit itt szerveznek a Kingdomba, hogy újra összehozni ezeket a csapatokat, és hogy ugye elvileg Michonne az, aki nagyon ellene van ennek az egésznek, mert hát ahogy láttuk, hogy Alexandriában is Aeron például teljesen emellett a vásár mellett van, tehát az valamilyen békéltetés akar lenni, csak hát volt elvileg akkor valami nagyon nagy gond, ami lehet, hogy a végén megire lesz visszavezetve, bár így, hogy már nincs ott a színésznő, furának érezném. Hát igen, ezen röhögtem, hogy a Michonne nagyban kijelenti, hogy minden ilyen idézőjelben város feleljen magáért, ugyanakkor meg elhoz azért egy másik helyre 5 ember, tehát ez mi? Tehát, ha már itt az új társaság, és te fogadod fel őket, hogy oké, akkor legyen velünk, akkor saját közösségedben legyen, ne más helyiségére vidd el, hogy akkor ők foglalkozzanak vele, és tehetesd őket, meg ilyesmi, ez nem tudom, nagyon fura a Michonne ebben a fél évadban. Hát ott valami nagyon nagy motivációs szál, az így hiányzik, és kicsit olyan fele másnak érződik tényleg a karaktere nélkül. Uh-huh. Ja. Csak remélem, hogy nem húzzák el a végtelenség úgy, hogy már érdektelen lesz, mire kiderül, hogy micsoda, mert ez régen ugye volt sokszor. Ja.
Na, de hát mi, ugye mik voltak itt? Hát elmentek megkeresni Eugene-t, nem tudom, hogy azon kívül volt ja, még valami. Hát az utolsó jeleneten kívül. Uh-huh. De hogy elment Daryl, meg Aaron, meg Jézus megkeresni Eugene-t. És nem tudom, ez az rész voltán, ami jelenetről jelenetre a legjobban föl volt építve, már amikor ott tartottak, hogy a sötétedetbe, és ilyen nagy nyílt tereken ez a ilyen félhomályos, ködös valami, tiszta ilyen horrorfilm feelingje volt. És így valóban féltem a zombiktól, így nem tudom, hány év után újra először. Igen. Ez így van, izgalmas volt a rész, meg feszült volt. Tehát így érezni lehetett rajta a tensiont, meg minden, hogy így tényleg egyre sötétebb van, és tényleg ugye menekültek folyamatosan a zombik elől. Tehát ugye megtalálták a Eugene-t, előrángatták ott a pajtával, és akkor mondja, hogy de beszélnek a zombik, és de hülye. Na, de nem így mondták, hanem össze-vissza ilyen rébuszokban beszéltek, hogy tehát velem ezt megtörténne, hogy hallottam beszélni a zombikat, amint egy ismerős arcot meglátnék, azt mondanám, hogy te, én hallottam beszélő zombikat. Nem, ezek össze-vissza beszélnek, ahelyett, hogy kimondanák ezt így kerekperec, és csak nem tudom, 28. percben köpik ki végre ezt. De akkor se hitték volna el szerintem. Tehát, hogy tényleg te élsz egy ilyen világban most már, hát szerintem egy 8-10 éve biztos, hogy mehetnek itt az események. Tehát most ugye ugrottunk 6 évet, előtte volt szerintem 2-3-4 év, elképzelésem sincsen. Ebben élsz, és akkor egyszer csak valaki benyögi, hogy amúgy ez nem így van, tehát hogy tudnak már beszélni a zombik is, tehát lehülyézed, nem? Nem, én nem hülyézném. Tehát ez olyan, mint hogyha én most azt mondanám neked, hogy nekem van egy beszélő kutyám, aki értelmesen na, tud hát beszélni. Jó neked. Hát, és azt mesélj mondanám, róla. Hogy be vagy tépve Gergő, és létsz, így küldjél róla a videót, vagy valami, és kevesebb narkót létszi. Na jó, de hát fia, azért lehet annyira már hinni a szavukban szerintem, hogy meghallgatják. Hát nem tudom. Tehát most ez tudod, ez ugyanaz, hogy most valaki azt mondja, hogy földön kívülivel találkozott. Tehát hát ezt jó, is azt mondod, hogy ez nem igaz. De ez olyan, mint hogyha azért nem teljesen, mert itt már van egy zombi apokalipszis. Igen. Tehát, hogy nem az, hogy földön kívülivel találkoztanak, hanem hogy már itt élnek egy 10 éve a földön kívüliek, és akkor mondod, hogy figyelj, találkoztam egy zöld földön kívülivel, amikor az összes kék. Tehát, hogy jó, végül is lehet, láttunk már furább dolgot. Nem, tehát én ezt még valahol amúgy el tudom fogadni, hogy amúgy se hitték volna el, mert én sem biztos, hogy elhiszem. Nem tudom, nekem ami nagyon tetszett ebbe az epizódba, a legvége jelenet a Jézusos, on kívül, amiről biztos beszélünk, de hogy a Darylnek ezek az ilyen taktikái, meg cuccai, hogy van nála fölhúzós óra, hogy egy hordát el tudjon magától, igen. Meg a petárda, meg tehát, hogy tényleg elhiszed, hogy ez a csávó az ott kint élt 6 évig, és mindent összeszedett, és kitanulta a zombi elhárítási kungfu jutsut, vagy nem tudom. Hogy na tényleg egy igazi, most megint olyan bedesznek érződött Daryl, hogy az a csávó az a vigyázat. Hát olyan elmés volt, meg kreatív volt úgy általában, és ugye ez is így, jöttek ezek a tök jó megoldásai, amiket láttunk ugye az epizód során, hogy miket bedobált, és egyik sem működött. Uh-huh. És amikor tényleg csinálnak egy ilyet egy ilyen epizódban, filmben, bárhol, akkor ugye azt mondod, hogy ja, ez egy okos megoldás, és utána kiderül, hogy nem működik, és nem érted, hogy miért. Tehát, hogy miért van az, hogy a zombikat már nem érdekli a zaj? Miért nem mennek utána is? Ezáltal nyilván a rejtélyt is, a misztikumot is egy kicsit feljebb tornázzák, meg az, hogy ugye menekülnek előle. Tehát, hogy ugye megpróbálják ezt megúszni, és mégse sikerül. És ez egy olyan régen látott feszültséget hozott vissza ebbe a sorozatba, ami nagyon-nagyon hiányzott már. Igen. Mindemellett az, hogy tényleg a forgatási helyszíneik vannak. Nem mindig ugyanazon az egy-három utcán az erdő mellett forgatják meg azon az egy tisztáson, hanem tényleg A-ból B-be, C-be elmennek, és úgy érzed, hogy valahova haladnak, a zombi horda is halad, és nem tudom, hogy van egy olyan folytonosságot az egésznek. Igen. Jó, hát mielőtt szerintem a Jézusos jelenetre rátérünk, még azt azért említsük meg, hogy Negan észreveszi, hogy nyitva van a cellája. Na, azt is kiengedte ki. Ja. Maggie! Nem tudom, nekem úgy jött le egyébként, hogy csak Gabriel bevágta saját maga mögött, és elfelejtették becsukni. De ott hagytak valamit neki az a cella ajtónál, nem?
Vagy én rosszul emlékszem, hogy van, úgy emlékszem, hogy a földön. Gabriel az kiment a izében bevágta maga mögött a cellajtót, és aki ott volt csávó, ilyen nem tudom, őr, ő meg csak levette Niggerről a, mi a fenét, bilincset. Aha. Miután már kim volt mindenki a cellából, és nekem úgy jött le az egész résznek a végén, hogy akkor azt ott úgy felejtették. Nekem is úgy jött, tehát, ja. Az nagyon balfasz lenne, nem? Hát... De és akkor kijön a Niger, és akkor röviden úgy csak annyi lesz, hogy elkezd mesét olvasni a gyereknek, vagy nem tudom, tehát nem kezdenek el itt ilyen nagy menekülés meg üldözést kihozni ebből. Én egyébként simán bele tudom azt látni, hogy el fogja vinni magával Judithot. Uh-huh. Ja, hogy elmenne ketten kalandozni valahova. Aha. Aztán mondjuk egy rész múlva meg visszamegy, vagy visszaviszi a gyereket. Hát vagy csinál valami nagy jó cselekedetet, és ezzel akar szimpátia pontokat szerezni. Hát ez remélem, hogy nem lesz amúgy. Tehát inkább egy olyat tudok elképzelni. Tényleg elmennek ott, kalandoznak, és akkor a rész végén visszaviszi, és akkor azt mondja, hogy jó, amúgy úgysem jutnék messzire egyedül, mert valószínűleg nem jutna messzire egyedül. Tehát, hogy én se tartom valószínűleg, hogy bármilyen esélye is menne, hogyha innen meglógna. Szerintem egy irányba haladunk, tehát hogy mindenképpen meg akarják váltani idővel Negant. Tehát valami lesz, hát reméljük nem ilyen nagyon elcsépelt, és ilyen 5 perc alatt azt mondják, hogy oké, főnök, mire ugye a szerencsétlen csoportot meg elhajtották a francba, akik nem csináltak semmi rosszat, csak léteztek. Tehát az is egy olyan nagy párfordulás lenne. Jó, hát amúgy akkor... nem is tudom amúgy, hogy Negannel egyáltalán lehetne ilyet csinálni, most már 6 éve is ott van a shitten, tehát az a csoda, hogy ilyen jó formában van, tehát az csoda, hogy nem bolondult meg, te egyedül bezárva. Igazából jobb formában van, mint a reboot előtt. Igen, igen. Mint Gabriel, aki jó. Jó, és akkor hát a rész legvégén egy szerintem rendkívül jó jelenet, hogy ugye bár ott megjelent a horda, és ez az a Eugene-os akciónál, ugye? Ez ugyanaz a horda. Igen, ez. És ott volt a Jézus is, és hát ez a horda, ez fontos, hogy beszorítja Jézus, de hát az a sorra darálja őket megszokott módon. Ismerjük, hogy néha nincs könnyebb dolog, mint ezeket a zombikat megölni. És lassításokkal. Hát de tényleg olyan volt, mintha Neo lenne. Ez nagy kabáttal mindent, tiszta olyan volt, mintha most itt Keanu Reeves rúgdosná a seggeket. És egy halom zombi csak így közelít felé, és sorra döfi őket feje, meg stb. És amikor éppen egyet újra leszúrna, az hirtelen ilyen bámulatos gyorsasággal kicselezi, és ő szúrja le őt. És ekkor jövünk rá, hogy ezek azok a suttogók, hogy ezek emberek, és oda is suttog neki valamit, hogy oda jöttél, ahol nincs keresni valód, vagy valami. Majd mindjárt megkeresem amúgy az izét, az idézetet hozzá. Azt hiszem, ezt mondta. És első dolog, amire gondoltam, hogy ez a szerencsétlen Jézus állandóan hordozta ezt a páncét, ami látszólag szart sem ért. You are where you do not belong. Tehát, hogy itt ez volt a szöveg hozzá. Jó. És rendkívül, tehát ez tényleg egy olyan, azt a rohadt jelenet. Hát ez egy sokkoló pillanat volt. Főleg abban a, tehát nagyon jól is nézett ki ez a ilyen ködös, félhomály, meg stb. És tényleg annyi embert, vagy annyi zombit legyilkolt már, hogy azt hitted, hogy oké, ez most így megy tovább, és hirtelen a semmiből, így látszólag az egyik a sok közül, ilyen kicselezi őt, és ő szúrja le őt, és ez tényleg egy ilyen kis sok volt. De nem számít a szarra, hogy visszaüt. Igen. Tehát, hogy mi a fasz, ez zombi nem csak egy visszaüt, de le is szúr mellé. Tehát ez a full lesokkolás volt, és nyilván a nézőnek is. Én is néztem, hogy tehát én elolvastam előre a cikkeket, tehát addigra már javában lefutott az évad, amikor én ennek nekiültem, meg így el is olvasgatta a híreket, mert azért valahol kíváncsi voltam rá, hogy na mi van, hogy most sajnáljam el, hogy nem néztem hetiben, és akkor láttam, jó, meghalt a Jézus, nem mondom, jó, biztos majd itt lesz valami, és mondják, hogy jó is volt a jelent. Aztán így néztem, és tényleg, hogy így becsapódott, így is meglepődtem rajta, hogy wow, azt így is lehet. Ez ilyen Walking Dead, teljesen idegen volt, hogy hatásos
a halál jelenet, mert a Rick után az gáz volt, meg az tehát, hogy az tényleg az a régi old school Walking Dead fashionben ment, de ez viszont tényleg egy menő húzás volt, és izgalmas is volt. Utána a színész mondta, hogy ő nem bánta annyira, mert hogy nem sok dolga volt maga így, tehát színészileg, tehát így nem nagyon tudott kiteljesedni így, hogyha ilyen nagyobb színészi ambíciókat dédelgetett, ez nem az a hely volt, ahol ki tudott volna ezzel tűnni. És ezért örült is, hogy a karaktere végül meghalt. Uh-huh. Jó. Na, engem Siri kifejezetten lenyűgözött. Tehát, hogy ilyen, tehát még mindig azt tudom mondani, az előző évadban autóversenyeztünk. Tehát, hol van ez már ahhoz képest? Ez mestermű. Oszkárt neki, vagy valami. Nem. De tényleg, én nem hallottam semmit a Jézusos halálról, csak a Rickét, és lesokkolt, és az a jelenet is borzasztóan jól volt megkoreografálva, jól volt vágva, nem az, hogy jobbra-balra vágnak így másodpercenként háromszor, hanem hosszú, kitartott jelenet sorok, és egyáltalán nem számítottam rá, hogy ez fog történni. Igen. Még úgy is, hogy tudtam, hogy itt a rész vége és utolsó epizód a fél évadban, de teljesen váratlanul ért. Hát már a régi Walking Deadben azt úgy csinálták volna meg, hogy akkor így kicsit megsérül, és akkor ott így sebzette megáll, és akkor körbeállják. Tehát, hogy hasonló lett volna a vége, csak nem hal meg a Jézus. Inkább. De és ugye tényleg ezzel lett vége, hogy akkor megindulnak ugye feléjük ezek a szarháziak, és be vannak kerítve. És a következő rész pedig ugye innen fogja közvetlenül fölvenni a fonalat, amit lehet, hogy megint hetében fogok akkor nézni. Mert tényleg érdekel, hogy hova viszik tovább a történetet. Uh-huh. Jó. Jó, úgyhogy ennyi volt az fél évad. Jaj, még egy gondolat. Igen. Azt észrevettétek, hogy nem volt egyszer se ez az ostoba közeli kamera állás az arcokról így szépen végigmenve folyamatosan. Ja, tehát, Rick vörös szemei. Igen, Rick vörös szemei, meg Darylnek ez az ilyen összehúzott ajak és szem, és így mintha sírni akarna, de mégse. Tehát, hogy nem voltak meg ezek az ilyen ostoba, ilyen százszor elcsépelt, ilyen közeli képek róluk. És ez úgy jól esett. Igen, a Rick az jóval elviselhető volt ebben a fél évadban, mint úgy általában, és egyáltalán nem hiányzik. Rick? Nekem se amúgy. Tehát így ahhoz képest, hogy ő volt a Walking Dead meg minden. Tehát, hogy tényleg amikor én, hát 8 éve kezdődött el az egész, tehát akkor még ugye tényleg így frissen tudtam, hogy jönni fog majd egy új zombis sorozat, és pont ugye október 31-én Halloween este ment le, ugye Magyarországon akkor mi ezt halottak napján láthattuk, és először, hogy hazajött, és akkor na, akkor van új sorozat, kíváncsi vagyok rá, és akkor így felbukkant ez a fura csávó, ez a fura sorozatban, és kifejezetten tetszett. És ahhoz képest már mennyit elmentünk, és tényleg azóta minden egyes részben szinte volt Rick Grimes. Tehát most már 130, nem tudom, hogy hány epizód nem ment, és valahogy nem hiányzik. Tehát ugye tényleg nyilván a sorozatnak az is jót tett, hogy keresett magának egy új hangot. Tehát talált magának olyat, amivel egy picit meg tudja újítani magát ebben a fél évadban kétszer is. Tehát ez volt egy picit fura, hogy tényleg azért eddig egy ennyire konzisztens sorozata, hát konzisztensen béna volt, most hirtelen így kétszer is újra definiálja saját magát, ami nekem egy kicsit sok volt. Lehet, hogy lehetett volna ez egy picit várni, másképpen ütemezni, nem tudom. Minden esetre egy picit nekem ez sok volt, hogy kétszer kellett újra megszoknom ugyanazt a sorozatot. Nekem bejött. Igazság szerint nekem nem hiányzik Rick, de én ezt csak azt az egy dolgot sajnálom, hogy nem láthatjuk, hogy ezzel a sorozat showrunnerrel és rendezéssel és satöbbivel ő vele már nem lesz a sorozatban semmi. Majd nyilván látjuk a filmben, hogy ott mi lesz, de hogy úgy kíváncsi lettem volna, hogyha tényleg kap egy kompetens forgatókönyvet egy-egy rész, kompetens karakter íveket, meg mit tudom én, azzal mit tudott volna kezdeni Andrew Lincoln, nem csak azt, amit eddig kapott. Mert abból szerintem kihozta a maximumot, csak hát az nem volt szerencsétlennek sok. Hát igen, de hát minden esetre tényleg ez egy korszak lezárulása, tehát 9 vagy 8 évet néztünk ebből. Annyira nem bánom, mert tényleg a Walking Deadnek szüksége van arra, hogy
hogy egy picit másik arcát mutassa meg a nézőinek. Mi mindenképpen igényeltük, hát most már tényleg 2 éve ezen sírunk, vagy 3 év, vagy történjen már valami, könyörgöm. És itt vagyunk, és nem mondom, hogy annyira megérte várni, mert azért tényleg rengeteget bosszankodtunk, meg szívtunk emiatt. De most már, hogy itt vagyunk, így már egy picit elnézőbbek tudunk lenni. Még akkor is, hogyha még mindig vannak olyan dolgok, hogy forgatjuk a szemünket, és trikken még nagyon béna volt az a kivezetés, de van már benne annyi jó dolog, értékelhető, tolerálható pillanat, hogy már tudjuk azt mondani, hogy szívesen várjuk a következő részt. Így van. Jó. Úgyhogy én mindenképp várom. Januárba indul, ugye? Február. Február, aha. Uh-huh, igen. Jó. Én várom mindenképp, és hát ha minden igaz, ez a leghosszabb Filmbarátok Expresszünk. Lehet. Lassan 2 óránál. Úristen, még több idő, ha dicsérünk? Ja. Jézusom. Azt hittem, hogy fel annyi idő lesz, mint máskor. Én is. Jó. Oké. Na, hát érdekelne, hogy a hallgatók is így látják-e, mint mi, hogy elindult végre egy nagyon jó irányba ez a sorozat, és hát mindannyiunknak egy nagyon újfajta hozzáállás volt, hogy így nekiálljunk rögzíteni, de megérte. Tehát itt páran mindig kritizáltak minket, hogy szerte széjjel csak fikázunk mindent, és fröcsögünk, és minek nézzük akkor, stb. Nem is akarjuk szeretni. Tessék, itt a példa, csak a sorozatnak kell összeszednie magát, és ennyi. Ja, nem a hibánk. Jó. Arra lennék egyébként kíváncsi, hogy van-e valaki, aki meg pont az ellentetje annak, amik mi vagyunk. Tehát, hogy ő eddig élvezte a sorozatot, és most ez nem tetszik neki. Én és biztos vagyok benne, hogy fogunk ilyennel találkozni, de ők meg kommentben írják be nyugodtan, hogy miért volt jobb régen a Walking Dead, tehát mondjuk tavaly tavasszal, mint most ősszel. Tényleg érdekel, hogy miben, milyen szemléletbeli változás nem tetszik az embereknek ebben, mert mindenképpen egy érdekes téma ez. Jó, úgyhogy akik kiszálltak, és csak a mi beszámolóinkat hallgatják, szerintem tegyenek vele egy próbát. Visszatérhetnek, mert rebootot láttunk tényleg 2-szer is. Így van. Nyugodtan folytathatják, innen nem vesztettek sokat, bármennyit hagytak ki. Ez így van. Igen. Jó. Jó, úgyhogy hát reméljük a hallgatók is élvezettel figyelték ezt a majd 2 órát, és folytatni fogjuk, tehát ez már egy ilyen filmbarátok tradíció, hogy amíg Walking Dead lesz kibeszélő, úgyhogy itt tartjuk a frontot, és akkor köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük Shirin, hogy ismételten itt voltál és elfogadtad a meghívást. Na, nagyon szívesen. És Gergő, neked is, és akkor találkozunk hamarosan egy számozott adással, és legyetek jók, írjatok véleményeket a Walking Dead-ről, nagyon kíváncsian olvassuk őket. Na, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!